initializing podcast i will have my revenge the right man in the wrong place can make all the difference in the world loading host. wake me. me life gives you lemons don't make lemonade yeah. make life take the lemons back Clear launch detected Redux podcast starting three two one 3, 2 és 1, és sziasztok! Ez itt az Eheti Redux Podcast, most éppen három órás indítással. Üdvözlünk mindenkit, szia Dante! Hello, sziasztok, hello, meló. Remélem mindenki felkészült itt az elmúlt hétnek a csodálatos gamer történéseire, ami most talán kicsit visszafogottabb volt, mint egyébként, de azért még így is találtunk nektek egy pár topikot, amit át fogunk beszélgetni. Például a Coca-Cola Bite dolgot majd meglátjátok, hogy mi lesz az. Blizzard NFT-kről is fogunk beszélgetni, hogy állítólag ők nem akarnak hmm. integrálni. Az Xbox reklámokat akar rakni a free-to-play játékokba. Square Enix megint blockchainről beszél, Blockland technológia NFT mánél. És egy-két részlet kiderült az új Need for Speedről, hogy a Grafikájából bele lesz injektálva valami kis animés ö, ízvilág. Na, a oh, Dante, mi a helyzet veled? Történt-e veled valami érdekes a az elmúlt héten, vagy kezdjem én? <laughs> azt mondd már róla egyébként, mert érdekel, utána mondom én is, de azt meséld már, tényleg érdekel, hogy mi történt. Kibaszott, idióta, retardált, pasztyomorult vagyok. Azt képzeljétek el, hogy ö, aludtam, és nem tudom, hogy arra ébredtem föl, vagy, vagy ö, felébredtem, és, de így, úgy, úgy, alszom, hogy így. A, a, a kezem itt van a, a, fejemnél. És fogtam, és így, így meghúztam. De így izomból. És ö, ilyen álomban, néztem, hogy én ilyen fél nézd, nézd, én a fasz csináltam, ezért vérzik, vérzik, így rányomtam az üzét, a izét, a, a zsebkendőt ott a, a szekrényről, és akkor így, így, próbáltam vissza, de így éreztem, hogy átnedvesedik, és így hajnali, nem tudom, háromkor így botorkálok ki a, a fürdőszobába, hogy a, a chef előtt szerezzem valahonnan, és akkor így fejemre ragasztottam, és reggel így kelek föl, azt tudom, mi a fasz van, azt, hogy nézd, hogy neked mi bajod van, te idióta. Miért a Nem tudom egyébként, azon gondolkoztam, hogy, le, hogy vagy álmodtam valamit, amire nem emlékszem, ami miatt nem tudom, valami volt a homlokomon, és oda nyúltam, és az életbe is oda nyúltam, és azért. Vagy azt tudom még elképzelni, hogy valami szunnyog, vagy légy, vagy valami lófasz rám odaszállt este, és így oda kaptam. És le, lehúztam magamat. De Oh, nem, vagyok, nem vagyok ügyes, ügyes srác. Azt Mert kell, ez hogy mondjam. háromkor történt, azt mondta? Tehát akkor fenn voltál akkor, miután én már írtam neked hajnali... Ez kettő nem kettő ma kor. este volt, hanem ez már legalább ja, egy négy napja. Jó, lebukta, nem, nem, vártam kettő... arra, hogy... Tudni, hogy ráírtam Sinira a hajnali kettőkor, hogy, <laughs> hogy, hogy mi legyen, hogy ma nyomjunk a podcastot, vagy eltoljuk a húsvét miatt. Én, én aludtam. Valamiért nem válaszolt egyből hajnali kettőkor. Én hajnali kettőkor aludtam, és ö, próbáltam koncentrálni arra, hogy ha felébredek, ne basszam szét az arcomat megint. Szóval Ez volt a alváshoz, szerintem. Az Asszony tudom. is ezt mondta, hogy motorcsisak, bukósisakba aludjak, vagy, vagy vesz nekem ilyen izét, amit a, a, a csecsemőknek szoktak venni, ilyen, ilyen Ilyen kaparás elleni kesztyűt, hogy hogy azoknak, ugye a csecsemőknek nagyon éles kis ö, körmük van, és hát össze-vissza tapogatják magukat, meg karmolásszák magukat, és akkor lehet nekik venni ilyen, ilyen ö, kesztyűt, ami ami megvédi attól, hogy, hogy szétsesszék magukat. Igen, Sirimből elromlott Harry Potter, még inkább Harry Potter lett, ö, mert egyébként nekem itt van egy, egy sebem, ami még régről volt egy ilyen begyógyult seb, az is ilyen. Harry Potteres feelingje volt, de hát ez egy kicsit nagyobb. Csak hát nem villám. Ezt elbasztam egyébként. Tehát azt kellett volna, hogy villámot. Tehát abból akkor... még lehet villám, tehát ez egy kezdetleges, tehát ezt még lehet alakítani. Még egy ja, hogy, hogy. Minden... <laughs> Igen, Foly, az folytatódik ez a oh, oh, hozom a kést. És akkor <laughs> izé, <laughs> cosplay elünk. Figyelj, life. mi, mi nyáron lesz Mondokon, Harry Potter cosplay, előre kell készülni, mert a sebnek be kell hegednie. <laughs> Jaj, nagyon zsír, nagyon zsír. De volt valami érdekes az elmúlt hétem? Hát, hogyha kell valami mondani, egyet tudok mondani, ami talán... Nem kell, tehát ne Nem ki a családi Úgy értem, amit tudok többet is, de hogy egy volt, ami szerintem említésre miatt. Ezt egyébként sehol nem mondtam, meg közöltem egy-két ismerősöm, tud róla, hogy elkezdtem TikTokon videózni, Uh -huh. most uh, most szerintem már egy hete amúgy nem nagy szem egyébként én videójátékos fanfektek meg érdekességek meg hírek Aha. 30 kötőjel 60 másodpercben Aha. és az első nem tudom 7-8 videót raktam eddig fel az első 5 videó az kúrva nagyot ment tehát van konkrétan Igen. egy videóm ami, ami 300 ezer megtekintésnél tart és 30 ezer like van rajta most egy kicsit belassult a, a, a dolog de 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 hozok valami az, erősebben. Az, azért kezdtem el TikTokozni, TikTokon videókat csinálni, mert Sirinnel is beszéltük, hogy én már egy ideig kívül a videóvágásból, hogy azt éreztem, mm -hmm. mindenkor videóvágó programot. Pont múltkori példa, Sirinnel régóta beszélni kellene a Redux-ból TikTokra, meg YouTube shorts valami tartalom. Úgyhogy elkezdtem yeah. összerakni. Igen? És elkezdtem Aha, igen, igen, ez tartott kb. 10 percig, Ilyen minden bajom volt egyszerűen. Bezártam a Premiere plot és elkönyvet, hogy nem akarok többet vágni. Aztán ezért találtam ki ezt a TikTokos dolgot, hogy hogy kicsit így a skill-eket up tartsam, azért még tart olyan sokáig megvágni, mert kíváncsi voltam, mi van a TikTokban, hogy milyen nézettségeket lehet vele elérni. az a tapasztalt a kurva jókat. Próbálok azért olyan videókat csinálni, tehát hogy nem olyan érdekességeket, amiket mindenki tud, tudom én mondjuk, hogy ezeket a legstandardebbet próbálok kicsit ilyen utána járni dolgoknak. Úgyhogy tök elvezem, tök jó megtekintések jönnek. Komoly. Amúgy is szeretem a TikTokot egyébként. Úgy, hogy egyébként, egyébként magyar nyilván nyilván csinálod? Magyarul igen, mert mm. úgy van, hogy megy egy képanyag, és akkor uh, narráció alatta. Mm -hmm, mm -hmm. angolul csinálnám legszívesebben, csak az angol kiejtésem az, az jelenleg, hát öt éve nem használtam aktívan angolt, mm hát -hmm. tehát majd egyszer visszahozom a... Na, Hát be Kívül kéne lekezd. törni a... Ilyen jó trick nem is tudtam. Ja, na jó, na az algoritmus szerintem az összes platformban ennek a legjobb. Na, Igen, jó. mondjuk erről én is olvastam, hogy, a, hogy az ilyen discoverability szempontjából agyonver minden más. Tehát ahhoz, hogy hmm. ő, hogy ott valami megtekintést el tud érni és elvigyék az embereknek, a, nem azzal, mint a, a Facebooknál, aki fizessél is, te köcsög, hogy egyáltalán eljuss azokhoz, akik már egyébként is lájkoltak. Vagy a YouTube az, hogy ö, te vagy Stephen Colbert, meg, meg nem tudom én, CNN, meg izé, hát a tiédet toljuk nagyon. Ha nem ez vagy, meg a, mit tudom én, a top 100 legnagyobb YouTuber a kategóriádban, akkor, akkor légy szíves, húzzám már a picsába és uh, satöbbi. Mondjuk ebben a szempontból úgy hát. tudom, hogy még az Insta is jobb, mint ezek, hát a, de a, a TikTok, -nak TikTok -nak a, legjobb. Az a Az a nagy erőnye, hogy van ez a forgyú oldal. Tehát, hogy megnyitod, és akkor ajánl neked tartalmakat, és is tudsz mm -hmm. scrollozni, és akkor neked ad be videókat, és hát ugye néztem egy ilyen átlagolás, hogy átlagban egy ember 180 videót néz meg, mert rövid. Tehát, hogy mm -hmm. Nyilván ugye csökken ez a, ez a határ, hogy, hogy, hogy nem intoleráció, hogy hívják ez a küszöb, hogy meddig, tehát mennyi, mennyi a figyelem, mennyi ideig tudja egy videó lekötni uh -huh. a figyelmet. Tehát ma már egy 10-15 perces videó nem köti le úgy az emberek figyelmét, mint 10 éve. Ma már el, eltolódtunk ebbe a mikrokontent irányba, <coughs> már egyiket az pár éve megy. Nyilván nem feltétlenül jó, mert rövidebb ideig tudunk odafigyelni a dolgokra, de, de én is azt hiszem, észre aggom, hogy sokkal szívesebben nézek TikTok videókat egyébként, mint Youtube-on. Uh -huh. Nyilván van, a, van az a része a TikToknak, amit megértek, hogy embereknek nem tetszik. Nem tudom, én a... eddig csak párszor nyitottam meg a TikTokot, és elborzadtam. Tehát, hogy annyira nagyon nem az én világomat dobja föl alapból. Lehet egyébként, hogyha használod és megismer, akkor utána már lényegesen jobb. Meg kell tanítani az algoritmust, uh -huh. tehát hogy meg kell lájkolni azokat, amit téged érdekel. Én például Ez ezen a csatornán, amit csinálok, ott csak ilyen gaming felemfektes videókat kezdtem el belájkolni. Mm -hmm. nekem csak olyanokat dobáljon be a for you oldalamba. A, a, privát profilom ott megy minden, tehát ott mindenféle trash belájkolok, az teljesen minden. De ott viszont elkezdtem megtudni az algoritmus, és akkor nekem játékos tartalmakat dobált Szóval hogy meg kell, kell egy kis időt ölni, meg kell tanítani úgymond az algoritmust. Nem nagyon jó kis platform, nagyon szeretem. Ez az, ami amire edukálnom kéne magamat, mert ugye, tehát, fú, öregnek érzem magamat, amikor ilyenekről beszélünk, és egyébként meg nem kéne, mert, mert tehát ezekkel foglalkozunk, meg, meg ebben a világban élünk, és nem kéne kiesni ebből a nem tudom, ilyen knowledge bubble-ből, hogy, hogy mi hogy megy, és mi hogy működik, hol, hogy működik az elérés, meg, meg milyen kontentet gyártanak oda. Te használtál Vine-t nem. Nem. Volt ez a platform, nem? Ez nem, nem, nem. Azt nem. tudom, nem jó nem. volt. Annak az utódja ugye a TikTok nagyjából, mert úgy volt, hogy Vine, Musical.ly, TikTok. Uh -huh. A Musical.ly korszak, az hagyjuk, tehát az, az valami rettenet. De azt mondom, a Vine az, az kúra jó volt, szerintem. Uh -huh. És az a jó, hogy tényleg az, az át lett valamilyen szinte az ottani hangulat. Vannak Ott volt egyébként benne hangulat. kreativitás, tehát hogy én nem használtam magam, de nyilván sok helyen futottam bele Vine-ról származó tartalommal, és ezek a az, ott sok ilyen érdekes, ilyen sketch dolog volt, mm -hmm. ami, ami kifejezetten minőségi is, volt. Ne... Igen, és de nem, nem az az, az a ilyen ultra blöd fasság, hogy így fogod a fejedet, hanem úgy egy jó mm. ötletek voltak benne. Nem az, egyébként például, ami most ilyen TikTok dolog, amitől a falra tudok mászni, hogyha szembe jön velem valahol, az te is biztos találkoztál vele, amikor ilyen, nem tudom, ezer éves vicceket eljátszanak. Tehát, hogy ilyen, ilyen országút öreg vicceket eljátszanak, hogy nem tudom, sketch komédia, de, de úgy rosszul esik, tehát hogy az ilyen, most nem tudok volna országút öreg viccet, de hát a fa meg a recs, tehát hogy. Jó, figyelj, most van, akinek ez új, tehát. Jó, nyilván tudom, hogy ezért csinálják, de fú. Nem Egyébként tudom. Ö... Én például TikTok miatt kezdtem el mostanában sütni meg főzni. Olyan recepteket láttam, hogy egyszerűen megjött a kedvem. Nyilván alap dolgokat, tehát nem kell nagy dolgokra gondolni. Uh -huh. Olyan kurva jó békön szendvicseket, meg ilyen, meg csináltam kárbanárát, múltkor azt is TikTok videó hatására, úgyhogy nagyon jó ez oldal a TikToknak. Nyilván ez a tátikázós cringe oldal, ja, hát el az... Én az... szeretem. De igen? Egyébként. Én szeretem. Én, nagyon, én... Én... Én szeretek cringe -elni. Én nagyon szeretek cringe-elni. Ugyanis szeretem a drámákat is éket Én tök szeretek YouTube drámákat követni. Például nekem ez ugyanaz, hogy én tök szívesen követem ezeket. De ez az edukatív tartalmi, tartalmi rész az, ami szóval uh -huh. nagyon jó. És tényleg igen. te úgy csinálod, hogy az gyártod a, 16... Tehát a állított 16-9-re? 9. Én öh, 9-16, igen, igen. Igen, öh, igen. igen. Ja, öh... Igen, úgy csinálom, van egy sablonom, igazából három-hét óra alatt kész egy videó. Uh -huh. Van az utolsó két-három videó, az nem megy olyan nagyot, mint az első ölt. Nem tudom, hogy az első öt videónál úgy van esetleg, hogy az ilyen beetetés, ott nagyon uh -huh. nagy az elérés, hogy több egyes. Nem hiszem, mert nézegettem embereket, hogy, hogy hogy van, akinek nem megy ekkorát. És az a fura, hogy mostanában az utolsó pár videó, ami nem megy nagyot, az pont olyan videó, amiről azt hittem, hogy ilyen... Tehát 10 milliárd megtekintés lesz. Tehát, igen. Hát igen. Most igen. Mondod, hogy... oh, kiraktam ezt az egy, ha hát vannak olyan ötletem, hogy ezzel oda baszok mindenkinek, vagy tartogattam, és, és kinyomtad, mert... és akkor így... Igen, mert, 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 egyszerűen olyan téma, amiről azt hiszed, hogy, hogy megfogja az embereket, és, és, és nem tudom, Na. hogy azért az algoritmus fogja meg. Mond, mondjad, hogy mi a tiktokos. Uh, egyben van kisbetűkkel, gaming pepperoni. Egy Crash bandicoot profilkép. Aha, megvan. <laughs> Nézem, várjál. Nagyon menő. Ma már ma reggel is kiment egy videó. Mostanában úgy csinálom, hogy napi két videó, ami ezt tegnap pont elmaradt, és akkor a második meg egy hír, késő délután este, egy hír videó. Ma például pont az fog kimenni, amiről most fogunk beszélni a podcastben, hogy a Xboxnak ez a reklámos és dolga 30 másodpercben. Hogy tudod, hogy Nyilván nem mindenkinek új, hát van, aki olvas sajtót egyszerűen, de... Persze. De van, aki TikTokot pörget, meglátja, érdekesnek találja. Hallod, o, edukáljál már engem egyébként, tehát most így nézem például a legels amit kirakta az Uncharted-es. Uh -huh. Nyilván nem hallom, ami megy alatta, de itt ír, írja, hogy megy alatta valami. Uh -huh. Uh -huh. Hogy... Ö, például a, a támnél az csak megvan határozva, hogy hagyadik másodpercet húzza ki a, a, videóból, amit feltöltesz. És neked úgy Aha. kell a, a vágóprogramban időzíteni, hogy onnan oda essen, amit kivesz? Hát úgy van, hogy be tudsz jelölni, hogy, mely, egy kb. ilyen egy másodperces, kis mozgás van, meg kis motion van abban a igen, igen, igen. Egy egy másodperces időablakot kiválasztasz a videóból, és azt fogja neked berakni borítónak, és akkor tehetsz rá még valami címkét, szöveget, valamit, hogyha akarsz, hogy én mostanában szoktam azt, hogy érdekességek meg hírek, de Aha. hogy igen, az az alapja, ki kell válaszolni a videóból valamit, ami a borító lesz. Ez nyilván lehet az a trükközni, hogy mondjuk belerakad a videóba egy pillanat képereig a, a, azért azt, amit borítónak akarsz, meg ilyenek. Ja. Menő egyébként nagyon, Gra... hát gratula, nagyon durva. Tök vicces egyébként, mert ez még gyors zárójában, hogy van egy videó, amit egy ugye a San Andreas 14 perc alatt végig lehet játszani, és akkor elcsináltam uh -huh. egy csináltam egy videót, hogy vagy a speedrun világrekordról, ami helyen 300 ezer megtekintés lett, és 30.000 ezer like. Tök vicces, mert néztem a, a -nek a videóját, egy magyar lány egyébként. Azt hiszem lány, nem akarom, nem akarok mondani, Pibi, És néztem a videóját YouTube-on, és tök vicces látni ezt az én TikTok videóm hatására emberek most elkezdtek neki kommentelni. Igen. Magyarok, és igen, és tök fura De tudod, durva. Nekem nem volt ekkor elérésem korábban. Hiába gyártak tartalmat tartalma netre tíz éve, vagy nem tudom mennyi ideje. Nekem sose volt ekkor elérésem soha. És úgy tök fura, hogy így emberek reagálnak arra, amit csinálsz. Nyilván vannak retardáltak, tehát amikor valaki bekommenteli, hogy én egy rák vagyok, és két rák és akkor most egy réke sír hír alatt. És... Köszönjük szépen. In in engagement. -in Ja, ja. Na hát ki kell aknázni a TikTokban rejlő lehetőségeket. Ja. Ezt, ezt is megtanuljuk. Ja, egyébként, meg húsvét volt a múlt héten, nem tudom, vagy hát még tart, ugye? Nagy boldog gyert, nyulat. Boldog nyulat. Hol behozzak egy nyulat? Akkor látni nyulat. nem nyulat? olyan érdekes podcast formában. Van, van nyulat. Van nyulunk, igen. De most nem hozom be. Ö, nem tudom, ki mennyire van erre még rá gerjedve erre a húsvét dologra, nyilván idősebb fejjel már annyira nem érdekes, valószínűleg a gyerekeknek kell ezt nyomatni. Nálunk megmaradt ilyen család összefutós dolognak, hogy egy indok arra, hogy összeüljön a család. Nálunk nem tudom nálnatok... Sonkában. Sonka? Hm, semmi több. Hm. Régen, régen volt egy flash emlékszem meg a, a bullinak az első részét. Azt húsvétre kaptam meg. 7-8 évesen, 20 évesen animáltam, ami egy nagyon jó korszak volt. arra, hát már az elején elmondtam, majd vissza tudod hallgatni. Balfaszkodásom eredménye volt a homlokom. Nem vagyok rá büszke. Na jó, van. Csapjunk bele a gyorsan a rövid hírekbe, első Önünk. körben. Amik így. Részben ugye kapcsolódnak is ahhoz, amiről már beszélgettünk, részben annyira mégsem. Ö... Ja, ezt így hozzá akartam tenni, hogy most az elején lesz egy ilyen kicsit Blizzard blokk ebben rövid hírbe, hogy pont holnap lesz a, a, az expansion reveal a Blizzardnál, a, Blizzard a WoW-ról, kiderül, hogy mi lesz az új kiegészítő, amiről már mindenki tudja, hogy a ilyen dragonos, sárkányos cucc lesz, de nyilván itt fog kiderülni az, hogy milyen új rendszereket, játékmechanikákat, stb. akarnak belepakolni, és mindenki összerakja a két kicsi kezét, hogy talán tanultak valamit most már az elmúlt pár évben. Vissza fogsz nézni egyébként? Most az Persze, most nem biztos, van. biztos, hogy meg fogom nézni, tehát azt azt nehezen tudom elképzelni, hogy legalább az első hónapban nem megyek be és nézek bele, hogy a jó, mit sikerült összerakni, vagy megnézni az új zónákat, és a többi, levelingelni egy 20 percet, vagy egy két napot, de nem tudom, az egyetlen dolog, amit talán elvárnék most már a játékta, hogy, hogy ö, talán most már üzletileg se éri meg nekik az, amit folyamatosan csinálnak azzal, hogy ilyen eldobható, ö, ilyen, ilyen mobiljátékos mechanikák vannak minden egyes izébe minden egyes kiegészítőbe. Hogy az elég, eddig összes progressz az csak arra a kiegészítőre számított, és, és a, a, az új képességek, a covenant stb. A legendary, mindent hátra és akkor megint kicseréljük egy ugyanilyen rendszerre, ami megint egy kiegészítőig fog élni, és utána mindenki kapja be. Te, ez már szerintem az embereknek nagyon tele van a tökük, hogy jó, akkor most nem a, 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 a Power-t, meg a, meg a anima power-t, meg a nem tudom én micsodát farmoljuk, hanem akkor most a, a mit tudom én, aspect power-t fogjuk farmolni. Tehát nagyon remélem, hogy ezt elengedik. És, és próbálnak valami olyan játékmechanikákat berakni, illetve talán az, hogy új ö, kasztot most megint beraknának a játékba, mert ö, Legion óta nem volt új kaszt, ami ugye egy Demon Hunter volt, az is két spekkel, és talán most már jót tenne a játéknak egy kis vérfrissítés. De az baj, a líkek nem is erről szólnak, úgyhogy majd meg. Ezt akarom, a, a líkek amúgy vannak, mert én csak annyit olvastam, hogy egy dragonos valami lesz. Dragonos valami lesz, és olyan leak van, hogy ilyen subclass-szerűség, tehát egy plusz egy spekket a egy-egy kaszthoz hozzácsapnak. Tehát, hogy nem az lesz, hogy hogy egy full új kasztot kapunk, vagy, vagy valami nagy redesignt, vagy ilyesmit, hanem, hogy elvileg talán lesz, azt hiszem, négy új spec egy-egy kasznak a, a meglévők mellett. Tehát ö, nem az, hogy kicserélnek valamit, vagy újra designolnak, ami. szerintem annyira nem ütős. Vol, volt szó arról is, hogy esetleg valami új fajjal lesz ez összekombinálva, tehát, hogy arra tippelnek az emberek így a, a linkek alapján, hogy esetleg egy-két kasznak lesz egy ilyen, ilyen dragonos. Ö, spekje, és akkor ehhez mérten kap valamilyen dragonos dolgot. Tehát, hogy, hogy sárkányát tud változni a karaktere, vagy nem tudom. Tehát, hogy valami, valami ilyesmi. Igen, én a Tesco Harry Potter. Aki a audioban hallgatja, az nézze meg, hogy hogy néz ki. megéri, megéri videóban, srácok, megéri. Ja, úgyhogy, úgyhogy, jövő héten lesz ebből szerintem téma, hogy ha lefutnak ezek a bejelentések, és, és akkor talán lesz érdekes dolog, amiről beszélhetünk. Viszont akkor a Blizzard vonalon maradva, akkor ez gyorsan edarálom, hogy a Blizzard Albany névre lett átkeresztelve a beolvasztott Visceral Visions, ugye ők a Diablo 2 Resurrected-nek a, a munkáit fejezték be, és most is azt hiszem valamilyen remake dolgon dolgoznak, vagy tehát, tehát ilyen felújítás dolgon dolgoznak. Úgyhogy good job, most már Blizzard a nevük. Helyes. Nem, nem tudom, biztos örül neki valaki. Illetve, hogy nem letisztázott, hogy mi lesz Kotikkal még továbbra sem a mergelés után leginkább az a hír, hogy nincsen hír, hogy nincsen sehol leírva még, hogy megy, marad, én ebből arra következtetek, hogy egyébként megy. Tehát hogyha maradna, arról arról már biztos, hogy letárgyalták volna, hogy hogy. Hát nem tudom, én pont úgy látom, hogy szerintem, szerintem még ők maguk se tudják egyébként, szóval. Szerintem, hogyha nem okoz kárt a cégnek a renoméjában, hogy marad, már pedig eddig se okoz a sok kárt. Most meglátjuk, hogy mi változik az akaratási batrányok nyomán. Hát meglátjuk. Jössz van meg szerint, volna hozzá. Ja, én, amúgy, én sajnálom, hogy a Vicarious visions vagy a Vicarious Visions, vagy nem is tudom, hogy hogy ejtik hirtelen Én sajnálom, hogy átnevezik. Nyilván ez ilyen tök szubjektív dolog, csak megszoktam már, hogy, 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 hogy ők, ők. Hát meg az valahogy volt egy feelingje. Ja most az, hogy Blizzard Albany, tehát az, az csak Más egy... Mindenki le fogja szólni. Majd, igen, majd amikor lehúzzák a, a redőnyt, vagy, vagy átbrendelik, vagy át húzzák, vagy, vagy beolvasztják, akkor utána senki sem fog emlékezni a Lizard albany -re. De az eredeti cégre meg talán emlékeztek volna. Ja. ja. Uh, hogy hívják a izét? Sam a színészét. Falkor, Anthony Mackie. Sorban. Anthony Mackie, igen. Az Anthony Mackie meg lenni úgy tudom. <laughs> Anthony Mackie meg lenyilatkozta, hogy heteken belül forgatják a Twisted Metal sorozatot, film, film, sorozat? Most nem akarok hülyeséget. Ne, sorozat, sorozat. Sorozat, sorozat, az sorozat, azért mondom. Jó. Valamelyik előző adásban talán beszéltük is, hogy melyik ilyen faszom streaming szolgáltat. A Paramount Plus-ra lesz, de ne, ne vegyétek uh, a, Ugy a szavamat. de egyébként nagyon felkészültek vagyunk. Lehet egyébként, Minden. teljesen lényegtelen. Egyik sincs itt hon, innentől kezdve a bizére is, a pörgetyűs faszra is csinálhat, pluszra is csinálhatnák. Ö, de készül. 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 Ja, Pico. Jól mondtad, jól mondtad. Ja, jó, hogy az is van nálunk. Ja, ja. úgyhogy úgy, lesz lesz, lesz sra az Nyilván majd a reboot játékkal együtt jön általában az is készül. Ja, ja, Aztán volt egy kis hír arról, hogy a Dead Space remake-nek a, a fejlesztő nagyon gyorsan reagálnak a, a rajongóknak az észrevételeire, hogy ja. Hogy a plazma cutternek a hangja nem tetszett a rajongóknak, és ezt uh, pikpak orvosolták is. Én a plazma cutternek, meg a Pulse Riflenek. Mind a kettő, hogy uh -huh. úgy voltak a rajongók vele, hogy nem annyira. Hogy menjenek magyarul. Gyengébb hangzik, mint az eredetibe, uh -huh. és nincs, nincs meg az a umf? Ah igen, 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 és a. Ha, hogy majd magyarul is elmondjam, hogy, hogy nincs meg az az unsz. <laughs> és a motiv... <laughs> a motív reagált ezekre a hangokra, hogy, hogy, már is változtattak rajta, hogy úgy tűnik, hogy nem, nem lesz ez így rossz, hogy így reagálnak a rajongói feedbackekre. És ugye ez, ez tehát, nem az van, hogy rajongók hisztíznek, ezt úgy imádom, hogy szeretik ilyen az emberek tudni, az a a rajongók. Nem, az ilyen dolgok tök fontos szerintem is a játékén, mint ja. tök jó, hogy meg volt Hallod, a is. tudod, mennyi ilyen kibaszott játékkal játszottam, ahol olyan dolgokat csesznek el, hogy, hogy a, a tényleg a fegyvereknek a hangzása és feelingje, és, és, úgy érzed, hogy ez izé, ilyen airsoft pisztolya pukkogatsz, amikor kezedben van a nem tudom én milyen ilyen nagy baszó állat uh, géppisztoly, mm -hmm. mert, mert gondolom valamikor összerakták, senki se foglalkozott vele, mert nem fontos része a, a játéknak annyira, de amikor meg benne vagy, és mit tudom én, 20 órán keresztül hallgatod, meg lősz, akkor az, hogy annak nincs egy jó feedbackje, az azért tud fájni. Igen, sajnos vannak játékok, amik ezen mennek el. Ja. 2. PSVR 2. Igen, beszéltünk múltkor pont a PSVR 2-ről. Nagyon sokat szerintem. a azért is dobtuk be ezt a, ezt a gyors hírnak, mert már múltkor órákat beszéltünk erről. Most a legfrissebb plegykák szerint 2023 ban Igen a PSVR 2 és nem 2022 ben ami szintén volt szól. Ja. De hát, én továbbra is azt fogom pletykálni, hogy idén fog jönni évvégén, de valószínűleg lehet... Most jött a fülemre? Jaj, most jött a fülemre, Sirin idénre pletykálja. Igen. Ja, de egyébként ezt már korábban is líkelték, amúgy 23-ra csúszik el, szóval igazából ez csak azt erősíti meg. Mm -hmm. Én továbbra is a azt mondjuk, hogy, idén év végén fog jönni. Reméljük a, én a legjobbakat. <laughs> ja, idén és még egy annyi. Egy... Igen? Mi? Nem, semmi, hogy idén, idén akarok egy, egy valamilyen VR sisak dolgot itthonra, és adnám azt, hogyha az a PSVR tudna lenni, PSVR 2, mert, mert ígéretes. Meg okay. tudom érteni, én, ez... pussolom továbbra ezt a narratívát, hát ha, ha -nak nem lesz más teendője csak kiadni. Az a baj, hogy én most annyira elkapott az, hogy VR pókerezni akarok, hogy egyébként lehet, hogy... Én VR pókerezni? pókerezni... Nem. Igen, mert imád a pókerezni, de lusta vagyok kimenni a házból. És ez tök jó lett, az india izé, ingekkel, meg armándokkal tudok pókerezni. <laughs> emlékszem, a Jozsi atyának a videóját látta, hogy dobálják egymás zsetonokkal. Hát itt imádnám magamat Isten, de zseniális lenne. Na mindegy. Uh, igen, meg még uh, egy dolog. Ú, uh... uh, tényleg, te mint uh, játék konoször, mi a véleményed VR-ban társasozni? Uh, nagyon nem. Téb... Hát nem, nem nagyon nem. Tabletop szimulátorozni is. Szívesen Tudom. tabletop szimulátorozok. Azért kérdezem. De... Alternatív, de nem helyettesíti. Uh -huh. Ez most ugyanolyan egyébként van egy egyik kedvenc társas a Rúd című társasjáték. játék. Itthon szoktuk asztalon családdal játszani, imádom, nagyon jó a komponens, nagyon jó megfogni, nagyon jó az asztalkép. Viszont vannak barátaim, akikkel meg online játszunk, mert az egyik ott lakik, a másik amott, és uh -huh. szoktunk ugyanúgy számítógépen játszani. Úgyhogy szerintem alternatíva. Terem helyettesíti. jó. Ja. És a Bungie egyre több távmunkás pozíciót hirdet a, a cégében, a cégben fejlesztői pozíciókat, ami egy jó dolog. Nem? Ja. Ja. Igen, én örülök, hogy erre tart a világ egyébként. Én, én, én nagyon élem ezt a távmunkás dolgot. Én, én... Egyébként sokan egyébként nem tudja, sokan úgy, úgy tudják, hogy egyébként home office-ba átrakni egy céget, az sokkal egyszerűbb úgy megvalósítani, mint, mint egy irodában dolgozni effektív, viszont ez HR-esektől hallottam, hogy ez távolról sem ilyen egyszerű. Uh, nyilván akkor be kell iktatni egy új munkakört, aki azzal foglalkozik, hogy a home office-t kiszervezett, hogy, ho hogy ki milyen feladatot mm. végezzen. Ez azért nem minden fenikig telj ott sem, azért jó, jó pár aspektus megkönnyít ebben az egészben, Majd a munkavégzésben Hát itt az a része jön be szerintem nagyon, hogy hogy vannak azok a, az ilyen middle manager, manager típusok, akiknek igazolniuk kell a, a saját létezésüket. Mert egyébként aki dolgozott ilyen környezetben, az tudja, hogy vannak azok az emberek, akik, oké, okay, menedzselnek valamit, de igazából szart se csinálnak, és csak csesztetik az embert, és ö Próbálják igazolni tényleg azt, hogy, hogy nekik van hasznuk ott a cégben, és nyilván, hogyha senki nincsen bent az office a, akit lehet csesztetni, meg rudosni hülyeségekkel, akkor akkor az hogy igazolod a vezetésnek, hogy szükségük van a te munkádra? Meg Amerikában hallottam ezt sokat, hogy a, a cégek ilyen borzalmasan hosszú ö, szerződéseket kötöttek ugye radákra, és ö, hát ez még most is ketyegnek ilyen két-három évig ha föl akarják bontani, akkor az nagy ködbér, stb. És hogy vissza akarják oda az embereket, hogy ne fölöslegesen álljon ott az irodájuk. Mm. úgy úgy a home office megvan az a veszélye is, mondjuk ezt személyesen tudom, legelső munkahelyemen ott heti egy napot kellett bejárnom irodába. iradába. Mm -hmm. most más kérdés, hogy ott is csak aludtam meg, enter the engine meg laloztam. De, de amikor otthonra dolgoztam, akkor is, nem a héten dolgoztam összesen kettő órát, letudtam a heti munkát, többi napon meg nem csináltam semmit. Szóval így, de ez meg behozza azt a kérdést, hogy akkor meg teljes tehát akkor annyi lenne a lényeg, hogy ne nyolc órázzunk, hanem akkor tényleg legyen meg a munka, tök mindegy, mikor dolgozol. Én örülnék, ha erre a világ. Nem tudom, ezzel kapcsolatban lehet, hogy megbeszélgethetünk egy ilyen topikot majd, de most nem akarom elvinni ebbe az irányba, mert lehet, hogy elvinni az egész adást de Aradissal beszélgettem egy pár napja, így éjszaka közepén messengereztünk, és átküldte az egyik kedvenc subredditjét redditem, a ADHD, ADHD memes oldalt, hogy nézzem meg, és arra a következtetésre jutottam, hogy bazdmeg, ezek a dolgok, ezek kurvára illenek rám, tehát, hogy tipikusan e, ilyen, meg így éltem az életemet, és hogy ez így az emberek, normális emberek nem így élték meg a dolgokat. Tehát, lehet, hogy egyébként van benne egy ilyen, hogy például ez, hogy mindent halogatni az utolsó percig, de akkor kurva gyorsan meg tudod csinálni, hogy ez is például ehhez tartozhat. Igen. Úgyhogy na mindegy, szóval ez egy érdekes téma lehetne. De most nem akarnék belemenni, meg ilyen öndiagnosztikával baszakodni. Na! Csapjunk bele a lecsóba! Én azt mondom. Mondjuk az első és... év az pont egy rövidebb, szerintem. Úgyhogy... Ja. A blizzardos NFT-k. Elfelejtettem megcserélni a doksimba, de mindegy, majd improvizálok. Blizzardos nft -t. Ugye az történt itt falun, hogy a blizzard, mondom a blizzard, Köszönjük. Ö, kiküldött egy felmérést a, a játékosoknak, hogy mennyire lennének nyitottak bizonyos dolgokra a, a, já, a cégben, a, a játékaikban, az ilyen új trendekből. És akkor ebbe volt mindenféle, hogy ultra-fotorealisztikus grafika, cloud gaming, előfizetési szolgáltatások, metaverzum, play to earn, crossplay. AI gaming content, generált content, NFT, virtual reality, augmented reality gaming. Tehát az összes ilyen buzzword, amit szeretnek szerintem mostanában ilyen mítingeken dobálni a, a felsővezetők, hogy akkor most belépünk a Metaverse-be és a nem tudom én milyen isten haragja. És nyilván ebbe leginkább az ütötte ki az embereknek a szemét, hogy NFT és hogy a Blizzard NFT-t akar rakni a játékaikba, hogy még újabb lehúzásokat tudjanak végbevinni, és erre viszonylag gyorsan Mike Ibarra azt reagálta, hogy no one is doing NFTs. És tehát a hír az, hogy a Blizzard nem akar NFT-ket. Amire az én véleményem az, hogy a Blizzard nem akar NFT-ket. Egészen addig, ameddig akar. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy most azt mondták, hogy nem, és nem lesz ilyen, mert ebből a szempontból a Blizzard a nagyon jó példa szerintem arra, hogy ígérnek valamit, vagy mondanak valamit, és a szöges ellentétét akár három hónapra később bevezetik, és így szemrebben és nélkül. Egyébként én annól még tanár úrral beszéltem erről a Twitteren, hogy én abszolút azt gondolom, hogy az nft tehát önmagában nem kell kannibalizálni az NFT-t, mint olyan, lehet uh -huh. tök fan felhasználási módja. Nekem tök szimpatikus volt az, hogy a stalkeres srácok akarták, hogy MPC-ként raknak bele embereket, akik, akik NFT révén tulajdonjogot szereznek. Uh -huh. Viszont tanár úrnak volt olyan érve, hogy, hogy nem tehát nem feltételezhetjük, tehát az eddig mintek nem azt mutatják, hogy, hogy ez egy ilyen barátságos felhasználásra fognak kimerülni az NFT-k, ami tök jogos egyébként de én úgy vagyok vele, hogy szerintem ez is be fog állni a rajunk középútra. Mint hogy a Battle Royale beállt a középútra, ahogy a mikrotranszakció beállt a rajunk középútra. Oké, okay, lehet nyilván példálózni, ne, lehet nyilván azzal példálózni, hogy meg tudod venni 60 ezer forinttel az XY-t, de normális esetben, esetek többségében, már mikrotranszakciókat legfőképp Battle Pass formájában tudsz megvenni, nincsenek már lootboxok, -ok. ma már nem olvasol nagyon mikrotranszakciós botányokat, Vannak, nem azt mondom, de beállt egy arany középútra. Szerintem ez egyébként nem igaz, hanem ö, az, amit mondasz, hogy nincsenek lootboxok, ez most tényleg ebbe irányba tendálunk, de itt szerintem sokkal nagyobb szerepe van annak, hogy, ö, hogy EU szinten elkezdtek beleállni ezekbe, és ja, az persze. szorította ki, nem pedig az, hogy az, a cégek így gondolkoztak, hogy hát ez nem tesz olyan jót a vásárlóinknak, és ez igazából ö, szerencsejáték a meglepetés A meglepetés mechanikák, amit több boldog leszel. Tehát, hogy nem az a volt itt a izé, hogy, hogy hát akkor lehet, hogy ezt mégse kéne csinálnunk morális alapon, hanem az, hogy hát ha ezt tovább csináljuk, akkor valószínűleg úgy alánkrúgnak majd az a, 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 országvezetések meg, meg jogi oldalról, hogy ö, csak kapkodhatjuk a fogainkat, hogy egy kicsit visszahúzódunk, és akkor próbálunk máshonnan még, még így építkezni. Én azért vagyok egyébként nagyon ennek a NFT-nek, mert attól félek, hogy ö, ez kifejezetten... Normalizálni fog egy újabb be, olyan ö, bevételi irányt, ami amivel iszonyatos visszaéléseket lehet csinálni, mert csináltak is, és nem fog. Tehát én nekem nincsenek illúzióim, hogyha bármilyen dolgot bevezetnek a játékiparba, annak jó kifejlete lesz. Én azt látom, hogy még hogyha jó ö, oldalról is közelítik meg először mondjuk, vagy azok lesznek a leg. Elfogadottabbak az elején. Ha már normalizáltuk magát a tevékenységet, akkor utána az, az megint elkezd burjánzani, és akkor lesz még egy ilyen mikrotranszakciós léjerünk, a mikrotranszakció, meg az előfizetés, meg a, meg a nem tudom, milyen modellek fölött még egyen. Hogy, hogy már nem elég, hogy DLC, most már season pass, meg, izé, meg, meg gameplay boosting, mikrotranzakció, amiben már 40 dollárért veszel egy skint, és akkor erre még, ez nem elég, még rárakunk valamit. Ami, ami egy ilyen fekete doboz, hogy akkor most ez igazából jó lesz-e, vagy rossz, és hogyha rossz lesz, akkor az mennyire tud rossz lenni. És itt egyébként majd be fog kanyarodni a, a beszélgetés végén, vagy hát az adásnak a vége felé, a Square Enix-es dolog, mert annak kapcsán hát vannak elég rossz előjelei, hogy, hogy vannak bizonyos kulcspozícióban lévő emberek, akik szerintem eléggé borzalmasan gondolkoznak a videojátékiparnak az előrehaladásáról. Hát én erre kettő dolgot szeretném mondani. Egyrészt, hogy a lootboxokra visszatérve sor erejéig, hogy... Én nem. Tehát a lootboxokat szokat sem kell önmagukban karibalizálni szerintem. Tehát a lootboxokat nagyon sokan azonosítják azzal, ami mondjuk a Star Wars kettőben 2-ben történt, uh -huh. vagy mondjuk egy, nem is tudom, mi volt még egy lootbox botrány. Viszont voltak nagyon jó lootbox mechanikák. Over vagy van például, kurva jó lootbox mechanika. Ott van a League of Legendsben is van egyfajta lootbox mechanika. Nyilván ezek ugye nem csak valós pénzzel válthatóak ki, de arab játékbeli valutával is, ott van például a Rocket League, ott van például a sorolni lehetne nem itt. ez is egy gondolok hogy én nem tartom ezt korrektnek, hogy önmagukban ezeket a dolgokat kanibalizáljuk. Egy NFT-t, egy mikrotranszakciót, egy lootboxot, bármi ilyesmit, ezt önmagában lehet jól csinálni, lehet szarul csinálni. Sokszor csinálták szarul a Battle Royale, sokszor csinálták szarul az, a mikrotranszakciót, de hogy egy idő után ezek mind-mind beállnak egy arany középútba. Lehet, ma... én nem azt mondom, hogy mikrotranszakciók mindig jók, szó sincs erről. De ma már nincsenek olyan pofátlan megoldások a mainstream játékiparban, amik mondjuk pár évvel ezelőtt, mert beálltak egy olyan középútra. Uh, ami, uh, és az NFT-kel is így vagyok egyébként, hogy, uh, hogy, hogy, ez, ez is olyan dolog, hogy önmagában én nem démonizálnám, tehát meglátjuk azt, hogy hogy fog kialakulni, meglátjuk azt, hogy hogy használják föl, amíg nem látom azt, hogy egy hogy akarja felhasználni, addig nem megyek neki. Tehát, hogyha mondjuk a stalkeresek NPC-k formájában akarnak NFT-t használni, nekem abból semmi károm nincsen. De egyébként ezt beszéltük itt is múltkor, hogy, hogy szerintem hogy az lesz, hogy a mobiljátékok irányába fog az NFT majd eltolódni idővel. Lesznek mm -hmm. mainstream játékokban is NFT-k, a mobiljátékokban lesznek, ahogy már most is, hogy vannak konkrétan NFT-re, play-to-earn mechanikára felhúzott NFT-s játékok. Nem tudom, viszont itt meg nekem visszajön ugyanaz, amit már többször beszéltünk, hogy viszont ebben a kontextusban az NFT azt szerintem csak egy marketing szófordulat. Tehát, hogy igazából semmivel mással nem ad többet, mint hogyha egy simán egy játékban megveszel valamit mitrotrakozni akcióval. De, hát, az, egy... de a példa azért nem jó, amit mondasz szerintem, mert hogyha a marketing eszköz, akkor az rossz marketing eszköz. Mert egy kapásban egy negatív képzettársítás járul hozzá. Nyilván felkelti a figyelmet, de szerintem több embert üldözöl el vele, mint amit bevonzol. Nem hiszem, hogy így látják a a, a cégvezetők. Tehát szerintem ahol ezek a döntések születnek, ők ott azt látják, hogy OpenSea mennyire adtak el egy majmot, még mindig. Tehát, hogy ezzel házalnak ott, Igen. hogy hogy ez ez így működik, és ők erre ugranak rá. Ö, nyilván van egy közösség, szerintem viszonylag nagy, akik most ellenállnak ennek az NFT dolognak, vagy hát ellenzik de nem, nem tudom, tehát nagyon-nagyon rossz képzeteim vannak ezzel kapcsolatban. Már, én, már... Én, Nekem az a bajom, hogy már nagyon, már most olyan messze vagyunk attól bazánk, hogy veszel egy játékot és kaptál egy játékot, hogy persze lehet mondani, hogy normalizálódott, mert volt rosszabb is, csak már alapból a mostani helyzet sokkal rosszabb, mint szerintem korábban. Én nem érzem rosszabbnak, más egyszerűen. Szerintem szimpla más. Az egész más irányba tart a világ, más irányba tart a játék, Ez természetes evolúció. Én úgy érzem. Egyébként nem mondom, miután én múltkor erről tweetom, Te azt mondod de... evolúció, én azt mondom, hogy ez inkább ilyen devolúció. Vagy nem az evolúció, jó szó, szóval más, más. Mm -hmm. Tehát maradnék ennél más. Egy, egy más világot élünk egyszerűen. Most ezt nem kell szeretni feltétlenül, én alkalmazkodok hozzá, sokan alkalmazkodnak hozzá, nyilván te is alkalmazkodtál, most nem azt mondom, hogy boomer, szól félre ne érst, hanem nem. szimplán... No, én, nem nyilván te... én úgy alkalmazkodtam hozzá, hogy én én ne, kimaradok azokból a dolgokból, mert én nem adok ki még egyszer pénzt egy játékra soha. Tehát, hogy... Igen, de neked vannak olyan aspektusai, ami mondjuk nekem nem tetszik. Neked, mm -hmm. tehát te is megtalálod a szépségét ennek a másfajta játékiparnak, és lehet, hogy a következő kor, tehát van, nem tetszett a Battle Royale korszak, az a két-három mm. éves leforgása. Van, akinek most ez a korszak nem tetszik. Lehet, hogy most jön egy tök jó korszak a játékiparban. Tehát ez mindig le lehet bontani. Nyilván pofátnan üzleti modellek, azok mindig lesznek, mindig voltak. Hát emlékezünk vissza a Collector annó, hogy milyen pofátnan összegeket elkérhetnek elkértek Nyilván lehet érvelni azzal, hogy azok, azokat nem kellett kötelezően megvenni. Uh, sok esetben a, a mikrotranszakciókat sem kell. De mondom, miután én tanár úrral a Twitteren beszéltem erről, én teljes mértékben megértem egyébként azt, hogy miért félnek nekem mm -hmm. emberek ettől. Tök jó, amit mondasz. Én személy szerint azt mondom, hogy én nem tartok tőle. Szatítta izével, hogy nem adok ki kétszer pénzt soha, és a Wolf -kieget mindig megveszem így igaz valamennyire, meg kifizettem a, az előfizetést, de az más, igen, az más, az más, azt hagyjátok meg a kis lelkemnek, hogy azt mondjam, hogy más, is tudjak aludni este. Én már fejlődtem ehhez képest, mert én már lemondtam a havi Fortnite Crew előfizetésemet, úgyhogy. Ja. Egyébként, ami még szerintem ebben inkább érdekes, mint ez az NFT dolog, az, hogy mi az, ami más, amit még ugye itt földobtak az embereknek kérdésképpen, mert én biztos vagyok benne, hogy az összesbe gondolkodnak. Tehát hiába mondja azt a Maya Kibara, hogy, hogy, nem, nem lesz a NFT. Nyilván, hogy az emberek egyrészt azt mondják, hogy akarnak, másrészt megvan hozzá a, a, kiadói nyomás, hogy már pedig legyen, akkor nyilván a Metaverse most a legújabb ilyen faszon buzzword, de ez, a, ez megint ez a play to earn, gaming dolog, ez egy, ez egy érdekes téma lesz, de ebben majd színen belemegyünk a Square enix vagy hát én bele akarok. Illetve, hogy AI-generated gaming content, tehát hogy ilyenek mögött például ők mit, mit képzelnek el? Hogy... Igen. Ö... Hogy, hogy mit tudom én, AI, AI generálja a, a Diablo Dungeon-t, vagy... vagy igen, hogy ennyi ezt tudja, ez ma Minecraft is tudta például, meg kb. összes... Igen, tehát, és most is már randomban összerakva, csak mennyire részletesen, vagy mennyire building blokkokból. Tehát milyen, milyen pici... De még de... De még azt sem tudom mondani, hogy játékmechanikában ez új lenne amúgy feltétlenül, mert ez vissza kettőben a kettőben a, rendező a háttérben, ugye, a, nem is tudom, hogy mi volt, hanem a director, vagy valami és a Direktor director mm -hmm. játék mechanik, hogy mindig, a, mindig, olyan dolgokat dobott rád a játék, amely frissen tudta tartani az élményedet. Mm -hmm. hát, hogy tényleg engem is érdekel, hogy mi lehet ez. Mi, az, amit igen, mi az, amit <laughs> emögé hogy... belegondolnak. Illetve ami nekem kicsit érdekes, ugye nyilván Blizzard játéknál ez kérdés, de hogy ultra és fotorealisztikus grafikák, ami ugye nagyon távol áll a Blizzardtól, tehát ők mindig a stilizált ö, látványvilágokkal nyomultak, és egyedül a, 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 a CGI-jaik azok, amik elmehettek fotorealisztikusba, de hát ott is nyilván kötötte őket az, hogy maga a játéknak milyen a, a stílusa. Ö, Viszont nekem például a földobja a kérdést, hogy milyen játékukra akarnának esetleg fotorealisztikus grafikát. Tehát, hogy egy, egy Overwatch 2, vagy Overwatch 3, vagy akármiben nyilván nem. Egy, egy Diablo-ba nehezen tudom elképzelni, hogy ebbe mennének el, mert, mert ott se. Tehát a, a, Warcraft univerzum megint csak nem. És akkor felvetődik bennem, hogy esetleg visszanyúlnak a Starcrafthoz, és egy fotori nem stratégia játék mondjuk van ott a háttérben, ami, ami akár ötlet szinten készülődik, vagy esetleg valami új IP-ban gondolkodnak, hmm. ahol még nem döntötték el azt, hogy maradnak a, a Blizzard stilizálásnál, vagy pedig megpróbálkoznak egy fotorél játékkal. Én is inkább az új ip ben látom egyébként a rációt, hogy szerintem is inkább nem StarCraft-hoz, vagy megcsinálják azt a StarCraft FPS-t, amiről annó volt szó, hogy elkaszálták, hogy az FPS volt, ugye, vagy TPS? Igen, igen, igen. Hát e... Volt az FPS is, meg TPS is a fejlesztés jaj, alatt. Mérte. De a lényeg, hogy, hogy mindig meglátjuk, maradjunk ennyivel. ja, A többi meg annyira, hát Cloud Gaming nyilván ez csak egy olyan dolog, hogy látja mindenki, hogy ott van a horizonton, sokan dolgoznak rajta, stb. Játékelőfizetési dolog, az az a Game Pass szempontjából nagyon érdekes lehet így a felvásárlás után. Tudod, mi ott eszembe? Szerintem mindennek tükrében, amit most felsoroltál, hogy mik vannak ebben a felmérésben, vagy kérdőívben. Tehát, hogy a titans Nem. Nem? Azt gondolom? Ö... Öh... Hát... Oh, Módosított koncepcióban nyilván, mert ugye... Overwatch vagy ugye, nem tudnék, hogy az... aki nem látta a Blizzard bukása videómat, a Titan az egy MMO akart lenni, ami gyakorlatilag egy, egy ilyen duális történetet mesélt el, ahol, ahol PVP-ztél úgy, mint az overwatch mert nyilván az volt a világ, ami, ami készült hozzá, az Overwatch-ból lett ugye később a Titan ugye lebutítva, viszont a, a másik része, ami nem ez a PVP volt, ott NPC-kkel volt sztorid, és <coughs> nagyon komoly szociális interakció terveztek ott bele a játékba, és a saját karakterednek a, a kiépítése a világban, és a többi. Ö, én azt hiszem, hogy ez abszolút el, el van vetve, és, és nem is akarnak vele foglalkozni. Ö, igazából a kérdés az jogos abból a szempontból, hogy valamilyen ilyen metaverse kör, környéki live service dolgot szerintem biztos, hogy tervezgetnek, és arra valószínűleg azt látni fogjuk egy pár éven belül, hogyha ha úgy döntenek, hogy, hogy tovább mennek a koncepcióval, de az biztos, hogy nem a titán lesz, tehát nem a titának az alapjaira fogják építeni. Erről, a erről mit tudsz egyébként? Hogy hogy? hogy nem úgy, van, nem úgy van, hogy a Titan egyes darabja az overwatch a korai konceptet pedig a Destiny költe. Erre tudsz valami? Ö... Csak az overwatch tudok. Én is az overwatch tudok én a Destiny-nek nem láttam azt a fajta ilyen social interaction részét NPC-kkel és, és nem tudom kell, hogy azt Titan-szerűre tudjam mondani. Tehát, hát hogy... ilyen Destiny is úttörő volt annó, csak úgy ott az a Shared World volt az, ami nagy szám. Azt az volt az első ilyen Shared World játék, ami később a The Division, a... az Anthem, meg ezek lettek. Igen, de, de tehát a, amit én tudok a Titanről, az, az nem ez volt, tehát nem ilyesmi lett volna, a, az Overwatch az, az, az lett, és meg egyébként nem is tudom, hogy a, a, a Destiny-be hogy tudott volna a Blizzard titan a koncepciói átöröklődni, lehet, hogy volt valamilyen nem is tudom, inspirációjuk az alapján, amiket hallottak, vagy a, vagy a az iparon belül megtudtak a Titanről, de de nem igazán látom ott a jegyeit a, a Titannek. Nyilván az Overwatch az, az meg, megörökölte a, a világot, amit terveztek hozzá. Pályákat, karaktereket, stb. De az is nyilván nagyjából ennyi. Tehát az a Titan dolog az egy elég high concept dolog volt, amikor azt elkezdték csinálni, és nem csodálom, hogy, hogy azt akkor nem tudták összehozni. Valószínűleg nem is lett volna sikeres, szerintem ma se lenne az, tehát hogy ebből a szempontból nem igazán érzem, hogy ők ebbe majd bele fognak vágni, és annyi minden más lehetőséget tudnának szerintem megragadni a mostani világban, ami sokkal-sokkal érdekesebb lenne. Ami meg ugye még, na, szóval, hogy mit végig beszélgettük ezeket, a VR meg AR gaming, augmented reality meg virtual reality, hogy Egyébként ezt nagyon el tudnék viselni, egy VR játékot a blizzard hogy... Uh -huh. Egy jó triplát? Egy, egy jó triplá VR játékot, csak ahogy ezt kimondom, akkor így a sok emlék az összes utóbbi öt év Blizzard terméséből, hogy így <laughs> lehet, hogy mégsem akarom, de hogy a régi minőséggel egyébként tökre tudnék képzelni tőlük valami innovatív és érdekes VR játékot. Ö, ugyanúgy azon a vonalon, hogy a, a stilizált grafikájukkal, ami ugye kicsit kedvesebb lenne a, a számítási te, teljesítmény szempontjából egy VR szemüveggel. Amúgy most így zárójában meg ha meg, hogy amúgy neked most mi az álláspontod a blizzard a szemben? Mert ugye volt neked egy videót, mm. hogy ugye, hát át azt fordítottál nekik, azóta Igen? játszottál már Blizzard játékokkal, hogy most hogy érzed, hogy hogy, 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 állsz céggel szemben? Főleg most ugye a rekonstrukciók. Mm. Hát ö, most úgy állok vele szemben, hogy ö, nagyon sok ö, nosztalgikus emlékem és, ö, és érzésem kapcsolódik hozzájuk, kapcsolódik a, a játékaikhoz, ami nyilván ott maradt, tehát az nem mászott el sehova. Hogyha azokat át akarom élni valamilyen formában, akkor sajnos hozzájuk kell mennem, ö, amire valószínűleg lesz példa, hogy ez történik. Nekem az a reményem, hogy ö, ha, ha az nem volt elég. tehát a, ez a fölvásárlás és ilyen átstruktúrálás, amit várok ettől az egésztől beérik, akkor ott megszűnnek azok a problémák, amik elsősorban, vagy nem második sorban, az utolsó typ volt a pohárban, és akkor visszatérünk ahhoz, hogy már csak azt kéne a jó játékot csináljanak. Tehát, hogy én így állok hozzá, hogy, hogy van egy ellenszenvem azért, hogy olyan dolgokat te csinálnak a játékban. Játékaikban ami nekem nagyon ellenszenves, vagy hogy mondjam, tehát hogy nagyon nem az én ízlésvilágom. És ezen felül még volt a, a tavaly nyári kibukások, ami teljesen betette. Most, hogyha azt valamennyire tudják orvosolni, még mindig ott van az, hogy csak csináljatok jó játékot. És amíg ez, ez nem jön el, addig nem tudok velük mit kezdeni. Hogyha úgy látszik, hogy sikerül ebbe az irányba elvonul, elmozdulniuk, akkor, akkor kíváncsi leszek, de már nem tudok úgy rajongani egy ilyen Blizzard bejelentésért, mert hát már nagyon sokszor megégettek. Tehát, hogy hányszor dugod bele a kezedet a tűzbe. Nyilván először megvárom, hogy, hogy valaki a, játszik a tűzzel, és hogyha már ott jónak tűnik, akkor, akkor, én is esetleg oda, oda kúszok a tűz mellé. De meglátjuk, meglátjuk. Egyelőre Mondom, tehát annyi pozitívum van ebbe az egészbe, hogy, hogy én azt látom, hogy hogy valamennyire jó irányba indulhattak el. Ezen segíthet még ez a Microsoft dolog, de, de ez még évek kérdése. Nyilván holnap jön a nagy bejelentés az új kiegről. Nincsenek illúzióim, hogy nem megint egy ilyen iszonyatos cash grab lesz, és, és így, így mi az pengetik a... a a nosztalgia húrokat, meg, meg minden, és, és megpróbálnak visszaszippantani. Most már szerintem ennyitől nem fogok visszamenni hosszú távon. Nyilván meg akarom nézni, mert, mert kíváncsi vagyok valamennyire, de senkinek nem mondanám azt, hogy vegye meg, aki mondjuk nem über fanja is magától is megvenni. Tehát senkit nem beszélnék rá, hogy vegyem Blizzard terméket jelenleg. Még akkor se, hogyha én mondjuk megyek és ki akarom próbálni ettől, ettől függetlenül, hogyha csinálnának egy WoW VR játékot, akkor bajba lennénk. <laughs> akkor nagyon nagy bajba lennénk, ha csinálnának egy jó WoW VR játékot akkor Pár ott, ott probléma. a születelne a Redux a Problé... Nem születelne, hanem én a, onnan jelentkeznék be. Közben is be. Én, itt csinálhatok így... a háttérrel. Igen, hogy én itt közben izé ütöm a nem tudom én micsodát, a quill-bórokat balrendszbe, így a <laughs> így spelt kasztolnék. Igen, mi a közben... vélemény, hogy Jó a téma, fasza, jó, mehet tovább. Igen, éppen szaladok crossroads-ba itt a háttérben szívem bejelentkeznék, mint hogyha izé, mint hogyha Bluetooth headsetről az utcán sétálnék, tehát hogy igen, akkor lennének, lennének ö, problémák, de valószínűleg ez még nincsen kilátásban egyáltalán. Egy, egy mobil implementációja a wow nak az szerintem inkább a horizonton van. Valamilyen a formában. Is ugye? Azt is ugye, igen. Tehát ezek sokkal-sokkal esélyesebbek, mint az, ami érdekes is lenne. <laughs> ha mondhatom így. Na. Beszéljük jó, A hogy... Metaverse ízű kóláról. Na, beszélgessünk a Metaverse ízű kóláról. Mert ugye a Coca-Cola, mint nekem úgy utólag kiderült, nyomat ilyen, ilyen limited edition kólákat így orba Volt már valami Starlight nevű ö, ilyen limited edition kólájuk, ami ami az űrbe vitt el és megkóstolhatta a csillagokat. Oké. Okay és akkor most itt van a Coca-Cola Byte, ami a metaverzum ízét hozza el neked, és hát gyakorlatilag ez, ez egy szép kis marketing kampány, azzal, hogy Fortnite-ba beraknak egy eventet, meg a, meg a magán a, a coca cola dobozzal lehet ilyen AR játékot játszani, azt hiszem telefonnal, és, és ö, valami Ava, Ava, Max koncert is lesz ebbe az egészbe valahogy elbújtatva, de hogy így... <laughs> ja gyerekek! Ez a a Metaversum ízű kóla, a Coca-Cola Byte egy ordinári nagy fasság, viszont zseniális marketing. Tehát ez ugyanaz, mint amikor székre ráírat egy gamer és eladott 20 ezerrel drágában. Most ezért egy cégről beszélünk, egy vállalatról, profitorientált vállalat, nyilván meglovagolják ezeket a trendeket, nyilván fasság, nyilván mély, meg metaverzum ízű kólát, bazd meg, de, de ez is, ezen nyilván megakadunk, mert vicces, de hogy felháborodni, Igen. ezen szerintem nem lehet. Nem, 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 ez egy, ez egy vicces kis izé, tényleg euh, média, média marketing fogás. Persze. A, a, ami nekem ebbe az egészbe kicsit így, felütötte az egészet, hogy figyelj már, így a metaverzet mindenki nyomatja orba a szájba, hogy ilyen lesz a metaverz, olyan lesz a metaverz, viszont nekem az az érzésem, hogy, ez hogy ezek az elvárások így elkezdtek így visszaszkélelgetni, és hogy igazából a metaverz az az, lesz, az is lesz, hogy, hogy a Fortnite-ba eventet szervezünk. Hát, Már ez is Metaverse? Tehát hogy, Hát ugye most azt nézed, szerintem a Fortnite áll a legközelebb a Metaversum koncepciójához. Igen, csak. Tehát a, a, nyilván ez az én hülyességem, vagy vagy a rossz marketing, de hát hogy a Metaverse egy, egy ilyen full ilyen vr virtuális ez valóság. Is, a szok... valóságot helyettesítő virtuális valóság, ami majd jön és hát... hatalmas és elképesztő lesz, és akkor kiderül, hogy egy, ja, egyébként már van Metaverse, csak ez a vi, viskót, a toldat, a, a koncerttel a, a Fortnite-ba, és így, Persze ez egy tök jó dolog, hogy koncert van Fortnite-ba, és sokat, sokat érdekel, de hogy most ahhoz képest a Lamborghinihez, amit elképzel hogy az lesz majd, vagy nyilván nem, de hogy, amit fölvázoltak szavakban, hogy az lesz majd a metaverse, az a gyönyörű Lamborghini, ami sárga és, és ú, olyan hangja van, hogy beszarsz, és akkor ehhez képest itt a kis Trabant Metaverzünk, ami már mi, egy, öt éve is volt, és így, ez lesz a Metaverz. Tehát, igen, lassan tényleg ott tartunk, hogy már Nintendo a klasszikus NES-es játékokra rá mondjuk, mert az is metaverse volt tulajdonképpen. De Igen, mert a... minden, minden játék metaverse lesz, mert, mert, ez sokkal jobban hangzik, mint a, izé, a live service game. De amúgy én, én, is úgy képzelem, tehát én, nekem is úgy él a fejem ez a metaverse, mint a Ready Player van. Tehát Aha. Szerintem is úgy kéne ki... Ott tartunk, egy a fortnite el ez a legközelebb. És tudod mi az egészben az érdekes szerintem? Hogy... A, ahogy így előadják a metaversi, ez meg az meg amaz lesz, nagyon az az érzésem, hogy sose fog odáig eljutni, így megállunk így menet közben, és csak rámondjuk mindenre, így, hogy ez is metaverse, az is metaverse, és itt véget ér. És akkor az lett a metaverse, web 3.0, meg mit tudom én, ezek a hülyeségek, és akkor végén rájön mindenki, hogy semmi se változott, csak megint kitaláltunk egy marketing termet arra, hogy eladjuk ugyanazt még egyszer. Hát ugye számos szakértő, meg iparban jártas ember úgy van vele, hogy ez igazából csak egy hangzatos buzzword, de hogy nincs mögötte különösebb jelentést tartani a metaverzum. Nekünk van nyilván. Tehát nekünk nyilván a Ready Player vanos vonal az, ami, 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 ami a metaverzum. De érted, a, a, a Facebook átkeresztelte magát metára, és, és nyomatják ezt a marketinget arra, hogy a metaverse egy ilyen virtuális valóság, amiben ott vannak az emberek, és ezt meg azt meg azt lehet csinálni, és az egész bizniszüket úgy tűnik, hogy erre próbálják majd fölrakni, hogy ez lesz a következő nagy lépés a... A, nem tudom, a technikai univerzumunkban, amiben itt élünk, hogy először voltak a számítógépek, utána a telefonok, és akkor most meg már a metavers, és a, a végén kiderül, hogy ez nem olyan, mint a telefonoknál, hogy úristen az egész számítógépet, meg az internetet a, a zsebembe viszem, hanem kiderül, hogy a, a, az, az, okos telefon az csak az, hogy mindenki ez kiviszik a, azért a, a telefonkönyvet újra. Tehát így... <laughs> Oké, okay, tud. Gyakorlatilag a, a Facebook kitalálta, hogy ők most megcsinálják a VR-csetet, amivel kín van évek óta, szóval igen. <laughs> VR-csetet olyan moderációval, meg, meg cenzúrával, amitől a VR-cset kurva, un, még unalmasabb lenne, mint ami. Okay. <laughs> és főrik nélkül, tehát hogy minek? Azt a három embert, azt hívjátok meg egy szobába, és, és örüljetek egymásnak. Tud, ki a faszt érdekel? <laughs> Egy, egyelőre a metaverz az több, mint egy, 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 marketing eszköz, ami rányomod valamire a metaverz, és akkor hangzatosabb, jobban odafigyelsz rá. De tényleg én mondjuk simán tudom képzelni, hogy lehet, hogy túl optimista vagyok, nyilván aki jobban ért hozzá, most rávonja a szemöldökét. Én szerintem egy olyan 20 év múlva egyébként már valószínű, hogy egy megközelítő dolgot, mint a Ready Player egyébként meg tudnak majd csinálni. Nyilván nem ugyanolyat, mert azért azt szerintem nagyon hardcore lenne. Ö most ez a, a bohóckodás az, az, az nem metaverzum, ez, ez, ez egy marketingeszköz, ilyen lesz szerint. És egyelőre nem is nagyon látszik, hogy ebből hogy fog tovább nőni nagyobb dolgokra. Egy érdekes ilyen észrevételt olvastam így a Facebookos metaverzel kapcsolatban, hogy úgy tűnik, hogy ez lesz a, a Zuckerbergnek az első saját ötlete amit keresztül ver a cégen, és meg akarja valósítani. Minden más nagyon lopott, akarja. és felvásárolt. Tehát, hogy sem, tehát a Facebook mint olyan, Mark Zuckerberg mint olyan, még nem csinált semmi újat, hanem csak felvásárolt, meg ellopott ötleteket másoktól, amik működtek, vagy működni látszottak. Ez tűnik az első olyan dolognak, amit saját maga kitalált, hogy hol oh, ez tök jó lesz, és most keresztül akarja verni mindenkin, aminek valószínűleg az lesz a, a, vége, ami sok ilyen próbálkozásnak, hogy keresztül próbáljuk verni az embereken, az emberek meg csak így néznek rád furán, hogy nem. Fuck ez nem érdekes. Nem akarok a metaverben vásárolni, fölmegyek az abba is rányomok, hogy buy. Három gomnyomással. Tehát... Oh, erről lehetne régelni egyébként még a ilyen, ilyen ö... nem is tudom, minek mondjam, ö... user Oldal, vagy ö, mi az ö, felhasználói oldalról, hogy, hogy volt, van egy ö, filozófia arról, hogy minél kevesebb kattintással és interakcióval juttassuk el az embert, oda, amit akar, mert annál kisebb az esélye, hogy ebből lemorzsolódik. Na most, hogy ehhez még bepakoljuk azt, hogy vett fel a járszámüveget, loggolj be a metaverzumba, sétálj el a metaverzumba, mit tudom, a bankba, állj be a metaverzum sorba, a bankba, már ülj oda valaki elé. Nyilván egyébként én egészen biztos benne, hogy a szakértők, tehát hogy nem véletlenül dolgoznak ezen, tehát nyilván a szakértői körökben Megvan ennek a logikája, hogy miért akarják ezt megvalósítani, és miért nem az van, hogy nyilván pénz, de hogy ne, nem lehet, nem, nem tudsz új pénzt keresni, hogy mondjuk megnehezített közben a folyamatot, és kiesik a pénz. Tehát, hogy de könyörgöm. A, van... ez, ez, ez nem volt benne itt a, a hírbe, most volt ez is a héten hír, hogy a, a Facebook lenyilatkozta, hogy a Metaverse-ukban 50%-os commission akarnak a minden eladáson. Én azt értem, de én ezt értem, de kiesik egy, egy olyan vevőréteg, akik meg mondjuk nem fognak ö, ebbe a metaverzumba belépni. Tehát érted? Tehát hogy nyilván megvan ennek a logikája, hogy, 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 hogy maradnak pénzüknél összességében. És az nagyon érdekes baj, hogy. egy szakértő beszélgetni erről. Lehet, de kifejezetten nekem az a problémám ez az egész, hogy én nem látom benne a logikát, hogy, hogy persze a, 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 a végfelhasználót azt meg lehet majd vala egy bizonyos százalékát meg lehet győzni erről de effektíve azt, hogy ezen pénzt tudj keresni, ahhoz az kell, hogy ne csak a, a Facebook legyen a metaverse hanem minden más is, ami a mindennapi dolgaidhoz kell. És ki a tökön fog cégként belállni olyasmibe, ahol ennyire ilyen elbaszott üzleti tervük, van, hogy ot akarnak elvinni, 50%-ot akarnak elvinni a bevételeidből. Tehát, hogy... És ez... Tehát ez nem olyan, nem... hogy... Iz... Nem gondolom azt, hogy a, nyilván egy, egy bafaszkodásról ismert cégről beszélünk a Meta esetében, vagy a hát Facebook esetében. Mm -hmm. De nem hiszem el, hogy egy ekkora, tehát amikor egy ekkora üzleti trend, tehát, tehát egy trendénőtek, amikor egy ekkora üzleti trend növekszik most már tényleg tavaly óta, vagy hát igen, óta igazából, mm -hmm. nyilván van mögötte logika. Tehát nem húzol fel egy ilyet, egy komplet, egy komplet trend nem alakul ki csak úgy, a semmire nyilván vannak-e mögött számok, nyilván vannak-e mögött érvek, hogy ez miért működhet. Ez van hogy nagyon érdekes lenne egy szakértői vélemény erről az egészről. Jó. Ja. De egyébként itt felmerül a kérdés, hogy van-e ennek igazán szakértője. Vagy ha én azt mondom magamról, hogy vagyok, és elkezdek bullshiteket mondani róla, akkor, akkor én attól szakértő leszek? Tehát, hogy ez egy, egy ilyen új emerging valami akar lenni, és nyilván van, aki több dologra rálát belőle, de alapvetően nem tudom. Tehát, hogy... Van azok a szakértők szerintem, akik dolgoznak rajta, tehát hogy most annál nagyobb szakértőt nem fogsz találni. És fejlesz egy fejlesztő, egy egy szoftverfejlesztő, vagy egy... De akár üzleti szempontból is, tehát nem is kell fejleszt egy üzleti... Nem, biztos, hogy én, 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 szívesen beszélnék azzal, aki üzleti szempontból ezt tolja a saját cégében, mm. vagy a saját körében, hogy ő mi alapján ítélte meg bárminek is ezt, a, ezt az egészet. Mm. Úgyhogy... Fuck the Metaverse. Egyébként valamilyen szempontból a következő témákhoz is kapcsolható ez, nem? Igen, meg Ez igen. metaverzum téma. a Business Insider lehozta, lehozta, hírként, hát plecska igazából, de hát elég, azért a Business Insider azért lehet appellálni, hogy korrektív hoznak le. Járítólag a Microsoft, vagy az Xbox divízió, Reklámokat akar bevezetni a free-to-play játékokban. Most ez nem úgy néz ki, mint mondjuk a valamelyik NBA játékra volt, hogy random reklámok szakítják meg a játékélményedet, hanem mondjuk egy Fortnite-ba például, vagy mondjuk csak, hogy ne csak a Fortnite-et emlékezzünk, mondjuk egy Apex Legends-ben, reklámtáblák vannak a pályán, és akkor azon megy mondjuk egy Ocko-lehirdetés, vagy bármi eski. tehát ez külön ki is egyébként a Business Insider, próbálja az Xbox ezt úgy megvalósítani, hogy minél, kevesebb, kevés, kevésbé legyen zavaró a játékosok számára. Tehát nem fogják elvileg megszakítani, nem fogják elvileg megszakítani az él, mint a reklámok, hanem csak ilyen ott lesz mellékesen a reklám. Ez kettő dolog, egyrészt, ugye, egyrészt ez azért lehet nagyon pozitív dolog, mert ezzel még több free-to-play játékot, még több fejlesztőt az Xbox platformra, az Xbox ökoszisztémába tudnak csalogatni. Másrészt pedig az a hír járó, hogy ez elvileg 2023, vagy 2022 Q3-ban, tehát már a harmadik negyedében ezt idén meg is fogják valósítani. Ja. Mit gondolsz erről az egészről? Mert szerintem amúgy most tudom, hogy sokan az ördög ügyvédjének tekintenek, hogy egyébként kiállok az ilyen korporát dolgok, mert igazából nem kiállok, mert céges dolgok, mert nem tudok egyszerűen kiállni. De szerintem ez tök korrekt, és egy tök érthető lépés húzás lenne, amivel a játékos sem sérül. a visek a most van egy apokolle reklám nem sérülök. Én ezt gazdasági oldalról nézem igazából, hogy én azt látom, hogy a Microsoft is szeretne abból a pénzből kapni, ami mondjuk a Google AdSense gyárt a Googlenek, tehát ez az iszonyatos mennyiségű, vagy a Facebooknak a saját hirdetési platformja. Bocs, ez nem AdSense, száll, 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 Google AdSense. Az... Igen? közben, hogy csak még annyi, hogy az Xbox elvileg nem akar ebből a fee-ből, ebből, ebből a bevételből részesedést, hanem az meghagyja a fejlesztők és a hirdetők között, hogy elosszák. Nekik e annyi elég, hogy a fejlesztőket magukhoz csábítják. Én nem, is ezt hát... de... nem hiszek a, az ilyen dolgokban. Tehát, hogy amikor lehet, hogy akik most ott vannak, és ezt felvetették, és elkezdték implementálni, fejleszteni, megkerestek cégeket, fejlesztőket, stb., hogy, hogy hogy lehetne ebbe az összedolgozni, lehet, hogy ők így állnak hozzá de szerintem, amikor az egyik könyvelő majd így leül és megnézni, hogy te figyelj ezen, mennyi pénz megy át, hallod, ebből le kéne húzni azért valamennyit, mert nézd meg, hogy a nem tudom én kicsoda is mennyit húz le belőle, és 100 milliárdokat keresnek rajta, nekünk is keresni kéne rajta százmilliárdokat, mert, mert erről szól a cég. Tehát, én értem azt a fajta hozzáállást, hogy, hogy szeretnénk ide csalogatni az embereket, és ez egy jó dolog lehetne, nem tudom, ez meddig tud kitartani egy, egy céges, uh, céges uh, ügymenetben, hogy, hogy ez meg is marad, mint cél, hosszú távon, mert lehet, hogy el fog tudni így indulni, de nem tudom, tehát, hogy a... a Miért a nagyon... meg szerintem? miben ne, akadhatna meg? Nem megbukna, hanem, hogy beetetés, tehát, hogy uh, futpandánál, amikor oda mentek ez először a, a netpincérhez a, a uh, az éttermek, akkor mennyi volt a fi, most mennyi a fi, váltások után mennyivel ment följebb. Tehát, hogy nyilván, amikor elkezdték ez az egészet, akkor sokkal egy egy pozitívabb dolog volt a részükről. Kiépítették nekik az infrastruktúrát, a, a, a market, a, a, a piaci hatalmukat, amit utána foghatnak, és, és csavarhatnak rajta egyet, hogy jó, akkor 5%-ot csak, 10%-ot, 15%-ot 30 százalékot, és nyilván ők hosszú távra a gondolkoznak. Amit a, a reklámozott cégnek a bevételéből? Hát, hogy a Microsoft mennyit húz le ebből a dologból, azért, Aha. hogy ők ezt a ezt a szerintem az infrastruktúrát mögötte tartják, hogy a reklámozó bele tudja rakni a reklámját, és azt a végén ki tudja köpni a, a játékosnak a játékába. Tehát, hogy nyilván De ez el tud indulni úgy, hogy... Hogy, hogy csak azt mondjuk, hogy 1 egy, egy százalék, mert, mert az fedezi majd a költségeinket a a fenntartásra, és öt év múlva meg, meg már ott tartunk, mint mindegyik más ilyen reklám kiszolgáló. De most ez megint az, hogy érted, lehet, hogy emelik a, a, a saját százalékukat, és mondjuk azt mondják 10-20-25-50 mm -hmm. százalék. Megint profitorientált cég, hogyha a nap végén zöldben jönnek ki, és lesz olyan cég, lesznek olyan cég, akik mondjuk azt mondják, hogy a Micro azt mondja, hogy jó, 99,9 a milyen 0,1 ot iyetek és lesznek olyan célok, akik ebbe belemennek, és pénzüknél vannak, plusz uh -huh. még többet is termelnek, mint amennyi, amint előtte, akkor működik. Tehát, hogy az nem az azt mondtam, hogy nem működik. Ez az üzleti oldal. Igen, igen, e, ez csak az üzleti oldalról mondom, tehát, hogy abból a szempontból én, én ezt látom ö, célnak, nem igazán azt, hogy nem tudom, jó fejek legyünk, vagy, vagy még több stúdiót tartsunk, vagy még több fejlesztőnek pénze legyen, hanem kizárólag az, hogy szeretnének ebbe a reklámpiacba beleszállni egy valamilyen irányból, és nekik itt van a lehetőség, hogy, hogy, az Xboxon ezt, ezt, meg tudják tenni, és akkor meg is fogják csinálni. Plusz bevételi forrás. A másik oldalról, igen, a másik oldalról viszont, hogyha ezt tényleg meg tudják csinálni úgy, hogy a, a fejlesztőknek ez fájdalommentes, és, és könnyen, és tényleg van belőle normális pénz, mert azért azt látni kell, hogy szerintem vannak azok a, a egy, a legnagyobb fejlesztők, mit tudja, EA, Activision, most már náluk a mindegy, a Take-Two, stb. Őt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ezt érdekelni. Tehát ők már megcsinálták most is. Tehát, hogy Fifákban, Skate-be, Madden-be, Burnout Paradise, tehát hogy nagyon sok ilyen játékban már benne volt ez a, ez a megoldás, maguknak elintézték. Saints row És ö, ők maguknak elintézik. Tehát az ő szempontjukból szerintem ez nem lesz valami érdekes. Nyilván ez a kicsiknek érdekes, viszont ott meg már bejöhet az, hogy hogy jó van, de mennyit? mennyi pénzem van nekem ebből. Tehát, hogy megéri -e nekem ezzel szórakozni, vagy, vagy a, a, jobban kiárt utat a, a mikrotranzakciós, nem tudom én milyen bizniszmodellel csinálni, és nem belekúrni a nem tudom én milyen játékon vagy reklámot. Mert azért valljuk be, a, a, fotorill, real life szimulátor játékokon kívül azért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a reklámoknak a 80-90%-a normálisan bele tudna épülni. Tehát, hogy... Miért? Hát mondjuk egy, figyelj, mondjuk egy Fortnite-ban mondjuk egy, egy, egy táblára kirakkék a coca reklámot, ami elpörög. Jó, de ez azért egy nagyon egyedi példa. Tehát, hogy én most arra gondolok, hogyha veszel egy bármilyen indie platformer játékot, vagy, vagy walking szimulátort, vagy amiből sok van, abba, hogy, hogy kerül bele valami úgy, hogy esztétikus legyen, és, és ne az legyen, hogy egy Gillette reklám van az a, a Orient Blind közepén. Tehát, hogy... Hát jó, de ugye indi meg nem sok free-to-play van. Mármint olyan, ami, ami tehát, hogy effekti, akik... Nem, nem hinném azt, hogy ezeket akarja bevonzani a Microsoft. Viszont akkor nem tudom az üzletet, akkor viszont annyira nem látom, egyébként igazad van. Viszont akkor abban módosítom az észrevételemet, hogy akkor viszont nem tudom, mennyire van piac ennek, mert... Tehát, ha a Sony, a Microsoft, a Nintendo, a Take-Two, a EA, a Ubisoft, a de de nagyok, akik mondjuk egy free-to-play-t akarnak csinálni, vagy egy Tencent, vagy egy bárki... Be, te bevonnád a, Microsoftot ebbe az ügyletbe, ebbe az üzletbe? Vagy inkább megcsinálod magadnak, ha úgy érzed, hogy, hogy ebből van a biznisz? Lehet, hogy ö, nem a triplában kell gondolkoznunk inkább, hanem a duplában. Tudnál erre példát mondani? Hogy, hogy szerinted melyik játék lenne az a mai piacon, ami... Aha, figyelj, most mondjuk a készül a Remedinek a kooperatív kontroll spin nem a legjobb példa, tudnék jobb példát mondani, csak most nem teszem be semmi, de hogy abban simán el tudom képzelni, uh -huh. hogy azt mondják, hogy akkor gyertek ide, az Xbox, 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 ökoszisztémában legyen exkluzív a játék, tehát PC, Xbox van, Xbox Series Xbox Series X, uh -huh. mondjuk lesz mondjuk Snickers reklám, mondjuk eszik a főszereplő, és Snickers a játékban, vagy valami. De az meg már nem ez. Ez is le pont írt a kar ez egyébként, és én is akartam mondani, hogy a, a monster reklám, ugye a death De én, tehát a, lehet, hogy én ezt rosszul értelmezem, de ahhoz, hogy reklámokat rakjanak free-to-play játékban, nekem ez ez az predestinálja, hogy ők föl fognak ebből építeni egy ad library-t, ami kiszolgálja a játékon belül egy megjelenítésre ezt a reklámot. Tehát, hogy nem az, hogy business kötnek a sneakers -e, és a játékfejlesztő stúdió bele animálja azt, hogy megesz egy sneakers hanem, hogy van egy 4 x kocka a játékban, amire ki lehet rakni egy reklámot. Tehát de nekem ugye, ez, ez jön ki belőle. De amit ugye megint csak azért, írt, hogy a Monstert is ugye egy idő után, miután lejárt a licenc. Tehát, hogy uh -huh. lemodellezhetik, hogy megeszik a főszereplő egy csokit, egy sneakers csokit, aztán egy év múlva átrakják tök más ilyen random csoki viszont ez, meg, viszont ez annyira specifikus, hogy erre meg nem tudsz szerintem egy ilyen ad, ad építeni. De figyelj, egyébként lehet, hogy lesznek ilyen specializált dílek. Tehát, hogy a Snickers mondjuk odajön hozzám, és lerak mondjuk 50 millió dollár, <sík> és, hogy, és akkor mondjuk kiszervezem mondjuk, a, a, lesz mondjuk akkor ebbe a Control spin off lesz mondjuk az Apex Legends-ben egy ilyen, mondjuk az Control Spiel, vagy a AAA, Free-to-Play, de hogy három ilyen játékba kiszervezem, és akkor, akkor pénzünknél vagyunk, ő, ők elosztják magunk között, meg vagyunk, az már más kérdés, hogy... Nem, én ezt kifejezetten csak úgy tudom elképzelni, hogy sportjátékokban, reklámtáblákon valódi reklám hmm. van. Valószínűnek tartom egyébként, de ahogy szerintem ez is lesz egy ilyen vonal is, hogy bele effektív integrálják a játékba. Lehet, hogy lesz, de szerintem a microsoft teljesen függet, az xbox teljesen független lesz, mert én szerintem egy ilyen dealnél az annyira specifikusnak kell lennie, hogy a Microsoft nagyon még ilyen mediátor szerepben sem releváns. Tehát, hogy, tehát, hogy annyira ez cégek és, és fejlesztő csoport és, és, kiadó és, és a, a, brand között kell megszületnie, hogy, hogy ebbe a Microsoftnak szerintem nincsen helye. Tehát a, én, én csak úgy tudom elképzelni, hogy tényleg mondom, hogy, reklám reklámtábla, 5 x 6 és akkor föltöltik a, a, reklámot a, a izébe, a, a Google Ad, a Ads Networkbe, és az meg izé kiviszi a játékosnak megjeleníteni, amikor van rá lehetőség. Tehát emögött -e -e e tudom azt látni, hogy erre egy infrastruktúrát fel tudnak építeni. Az, amiről te beszélsz, az nekem az, hogy a Microsoft foglalkoztatna, nem tudom, ilyen szélszeseket, akiknek az a dolguk, hogy, hogy egyes fejlesztő csoportokkal brandileket hoznak össze, hirdetőkkel, meg rendek. Én nem azt mondom, hogy ez lenne az általános, de szerintem mm -hmm. le lesz az az összeg, amit mondtam, hogy mondjuk mm -hmm. Sneakerset, az 50 millió dollárt, akkor viszont, mert belefektetem azt a plusz energiát, hogy kiszervezem exkluzív dílekre, mondjuk ebbe a három játékban elosztjuk, és akkor meg van oldva. De összességében mm -hmm. én is azt tartom valószínűleg, amit te mondtál, lesz egy ad library, és akkor ennek a táblán mondjuk a, a Nvidia reklámok például oh, oh. Jaj, tudod, mi jutott eszembe. Azt hiszem a Saints row volt az izé, a Obama elindult a választás reklám, hogy, hogy bazznek, ebbe is elkezdenek megjelenni majd a politikai reklámok, és fész bazd meg a Burnout Paradise-ba, és jön vele szembe, hogy száz százalék van Végre meg akarok szabadulni a való világtól és, és hogy védjük meg a gyerekeket és egyből belevezetem a kocsit a És akkor, egy, a egy, izébe. És akkor jön a miniferi reklám, és akkor... <laughs> Jaj, ne. T Tudod, a itéből? Igen, uncharted Ozzol, és Nathan Drake ül a tévé előtt, hogy Cash Bandic utazik, de amikor benyomja, akkor megy egy reklám a tévébe, és akkor <laughs> megjött a izé a klón. Vasz, hogy? a Halo Infinite multiba beraknak egy Last of Us 2 reklámot. Milyen lenne? Vaj, <síns> <síns> ez mekkora lenne. Jó, nyilván ez nagyon kurátolva Pert lesz az az állítólag, különben. tehát ezt mondták is, hogy ez nem úgy lesz, hogy, hogy bárki föltölt bármit, és akkor megjelenik a reklám a játékodba. Nyilván vicces lenne, hogy, azért, hogy a Viva Pinyata játék, vagy nem tudom, és akkor ott van kint egy tábla, és akkor rajta van, hogy most vásárolj ekkora műfaszt. <síns> anyucinak a... Márki Zaj mini feri de <laughs> nagyon kis. Anyucinak a izé a browsing historia által, de hogy... Jaj, <laughs> ah, nem tudom. Tudod, mi jutott róla eszembe egyébként? Hogy, <laughs> tehát, hogy a világon mindenhol próbálták beletömni a, reklámokat a már, megvás, a már meglévő termékekbe. Jó, nyilván itt nincsen megvásárolva, de hogy a UFC 4 kapcsán jutott ez eszembe, hogy, hogy ugye ott egy teljes áru játék, és akkor beleraktak skippelhetetlen reklámokat, hogy faszom VHS kazettákra is reklámokat raktak annó az emberek, akik gondolkoztak, hogy te hallott, figyelj, még 20 forintot ki lehet belőlük facsarni. Ah. Ja, itt érdekes lesz, hogy mi lesz itt, meglátjuk. Nyilván egyébként lehet benne potenciál, hogy, hogy megsegítő a fejlesztő stúdiókat, de én nem látom benne a reá, reá, reál... azt, hogy ez reális lenne. No. Lépjünk akkor tovább ennél egy kicsit szomorúbb témára. Mert ugyanis a Square Enix nem bírja elengedni ezt a blockchain dolgot. Ugye január elején volt ö, erről felháborodás, hogy lenyilatkozta azt hiszem CEO, hogy, ö, hogy miben látják a, a jövőt, és ez a play to -earn, NFT, blockchain, metaverzum, tehát a, az összes bullshit szó, amit az elmúlt fél évben találtak ki, vagy az másfél évben, azt így, egy, bele nyomta egy, egy ilyen kínatkoztatásába, és ö, most volt róla hír megint, hogy ráerősítettek erre, <kül> hogy ők hogy képzelik el a, a jövő játékait. És uh, itt ugye blockchainről beszélnek a, a cikkekben, most igazából maga a cikk az nem is annyira érdekes, de az az érdekes, hogy arról beszél, hogy, uh, hogy folyamatosan élő játékokat akarnak, amiben az emberek gyárthatnak tartalmat, és ez fenntartja, és ezért pénzt kaphatnak az emberek, stb. És szerintem ez a koncepció az... Ami, ami érdekes lehet ebben a, a kérdéskörben, hogy ö, gyakorlatilag vannak már videojáték fejlesztő cégek és kiadók, akik a játékaikat már nem játékként kezelik, hanem kifejezetten platformként, sőt, olyan játékokról beszélnek, ami még nem is létezik, csak a koncepció, hogy platformként akarják használni későbbi nem tudom, eladásoknak a, az inter, incentivizációjához, vagy, vagy, ilyen metaverse, vagy NFT, vagy bármi, tehát hogy csak egy platformot alátoljanak, amit meg majd a játékosok tovább visznek, meg a hirdetők, meg a nem tudom én kicsoda. Ö, egyébként zárójelben itt a cikkben, vagy a cígben van, vagy az interjúban van egy mondat, hogy a, a Square Enix nyilatkozta, hogy egészen mostanáig a legtöbb játékunkban a tartalmat egy kész tettük a játékosok elé. Tehát ez a mondat, én tényleg azt hittem, hogy ez úgy fog folytatódni, hogy de most már nem fogjuk befejezni a játékot. Egyébként ez egész, amit elmondtál, ez live service más néven. Igen. Az, vagy ez ugyanaz, mint egy live service is régebben. De ez a Egyébként mondat, amit Fölolvastál, szerintem ez ijesztő. Tehát, hogy, Egyébként, hogy, de ez meg az, hogy szar, szarul kommunikálnak a játékiparban. Gondolod, minden. hogy csak ennyi, hogy, hogy szarál, ez -e a marketingük? Nem hiszem, hogy ilyen balfasz dolg... Jó, de benne van, hogy balfasz dolgot terveznek, de az is benne van, hogy szorul kommunikálni. De most érted, tehát, hogy így... Hallod, ö, három évünk van a fejlesztésre csak. Ha most eljutnak a, a fejlesztéssel a, az egyharmadáig hát akkor el kell halasztanunk a megjelenést, most meg már úgy fognak hozzáállni, hogy ho, lehetőség, kiadjuk félkészen, és az emberek majd befejezik, és kapnak belőle 20%-ot, amit eladtunk az ők rámányaikból. Tehát, hogy én azt látom, hogy a, a gyakorlatilag egy ilyen Roblox bizniszmodellt akarnak a játékaikból, hogy mi csak megcsináljuk a platformot, és ti csináljatok rá játékot, vagy fejezzétek be, vagy kezdjetek valamit, amitől érdekes lesz, és akkor azt árulhatjátok ott, amiből meg mi lefölözzük a hasznot. Minimális befektetett energia, maximális profit. Mm, ott Igen, hogy ugye vannak körök, ahol felmerülnek ezt, hogy a Square Enix-et fel vásárolni, főleg az ilyen nyilatkozatok után, hogy sokan úgy vannak ezekkel, hogy ezek már ilyen, utolsó papálózások, hogy a Square Enix próbáljon felszínen maradni, és hogy itt tényleg fel fogja vásárolni a Sony vagy valaki. Square Enix nagyon jó profitokat termel, kúra jó profitokat termel. Ugye mm. nem szabad elfelejteni, mobilos fronton is hatalmasat megy a Square Nem rigadták ki a Final Fantasy remastereket, Pixel remastereket, a, a, a Dragon Questek. A Square Enix az nagyon szépen is jól el van. Tehát, hogy én nem tudom, hogy miért prognosztizálják sokan azt, hogy felfogják őket, vagy nem fogják. Az, hogy, de nyilván ezek az NFT-s kijelentéseket, tehát hogy ha szarban lenne a cég, akkor nem tennének ilyen kijelentéseket. Csak van egy, marka, egy kommunikációs szakértő a csapatnál, aki, aki azt mondaná, hogy ezt azért ne, hogyha szarban lenne a cég, de nincs szarban a cég. Ez, ez nyílt információ, hogy nincs szarban a cég nem tudom nekem, ezek a kínatkoztatások a Square enix ez, ez, olyan, mint hogyha valaki így egy ilyen átlagos gamer sajtós cikket a, a, a jövőjéről az, a, az iparnak, így belerak egy uh, turmix gépbe, és így, így rászórja az összes ilyen kis buzzword hogy blockchain. Tehát, hogy mi, mi közöttök van a blockchainhez itt az összes hülyeségben, amit felsoroltatok, az csak egy buzzword, amit beledobhattatok. Tehát, hogy Na, igen, a... ez, ez... Bocs, annyi, hogy alapvetően megcáfolnálak, hogy biztos, hogy van értelme, de nem egy olyan ember mondta, aki, aki ért hozzá valószínűleg. Uh -huh. Tehát nem egy olyan, tehát hogy... Most jöttem ki a, így... a meetingről, és egyébként... Hallott, téglát... most jött a fülemre az info. Ja, nem, nem, csak hogy így elképzelem a izét, hogy így most jöttem ki a meetingről, a, a, a téglagyár meetingjéről, és lesz blockchain, meg NFT. Tehát, hogy én nehezen tudom összepárosítani azt, hogy kimondanak szavakat bármiféle jelentés tudat nélkül, hogy ha lesz, aha, biztos jó lesz, play to earn, aha. És, tehát, hogy még tegyél már hozzá valamit, amitől értelmet nyer a mondatod, amit mondtál. Igazából ebben a nyilatkozatban az történt, hogy megfogalmazták a live service, live service más szavakkal, és hozzátették, hogy blockchain. Igen. Ö, ja. de, de valóban ijesztő mondatok hangzanak el. Nem Tudod, a mi egyetem? az, ami még nekem ijesztő? Hogy ö, az egyik kedvenc játékom a, az előző pár generációban, az ugye a Little Big Planet volt. A, uh -huh. a Nyilván az egyen játszottam a legtöbbet, a utána lévő részekkel ugye egyre kevesebbet, kevesebbet, de hogy ö, a koncepció, ami mögötte volt, ugye, hogy mindenki kreálhat hozzá pályákat, Dreams is ugye hasonló, mint tudom én, hogy úgy érzem, hogy amiatt, hogy ezt az egészet ö, eltolják ebbe a, a play to earn, meg, meg ö, hozzájárulok a játékhoz, és akkor azzal keres pénzt, hogy ez nagyon hamar ki fogja ölni az ilyen community driven dolgokat, azzal a felhanggal, hogy hát persze ö, mindenki meg a munkája megéri azt, hogy fizessenek érte, amit valamilyen szinten tökre megértek, csak ö, nem tudom, szerintem ez egy ilyen fájdalmas dolog lesz, hogyha, ha, ha, az összes játék fejlesztést és moddolást és, és, és pályakreálást és mindent eltolunk egy ilyen anyagias irányba, hogy, 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 az legyen a fő motiváció, nem pedig az, hogy, hogy kreálunk valami érdekeset és, és innovatívat. Tehát egy Super Mario Maker be, belevinni azt, hogy akkor, akkor lehessen akkor ott a pályákért mindenki fizessen, mert, mert úgy lehet befejezni a játékot. Nem tudom, tehát rossz érzéseim vannak ezzel kapcsolatban nagyon, nagyon sok közösség kihalt az interneten a, az elmúlt években, mert, mert nem volt már igazán táptalajuk, ami, amin létezni tudtak volna, mert kiölték ezeket a lehetőségeket a játékokból. Jött egy ilyen, hogy nem hiszem, hogy sokakat érdekelnének a prémium mobilos sportok. A Minecraft mobil port az egyetlen nem free-to-play játék a Play Store-on, aminek valahol összejött egy millió letöltés. Nézd meg a Square játékok, mobil Square játékok, meg az árcéduláit, és nézd meg, hogy Androidon és IOS-en mennyire töltötték le. Nagyon sok játékokon, tehát hogy tényleg, ha fölszorozod az összeset azzal az árral, ami mennek globálisan, akkor az már alapból egy szép összeg, de hogyha ez nem lenne elég, akkor szerintem elég annyit mondani, hogy Final Fantasy 14, és akkor már is ott tartunk, hogy nem kell aggódni a Square miatt. Így most, most kíváncsi vagyok erre, amit mondtam, megnyitottam a ö, mutassam, Square Enix-nek az androidos pg-t, hogy mik vannak náluk. Csomó, most jött ki, azt, jött ki, jött ki. Az, azt, tudom, hogy frissen jött ki az első hat Final Fantasy Pixel Remaster. Uh -huh. Ugye van Dragon quest is, nagyon sokként mobilon. Ezek De Abban nem azok. sok. Jó, mert nem látom, amit 12 USD, és hol van a letöltési adat? 5000 plusz telepítés, jó, akkor mondjuk ez nem a jó példa. 18 USD, 10.000 plusz telepítés. Tessék, ez csak telepíteni kell. Ennek. A nyilván a free-to-play címeik mennek, tehát mindig a free-to-play az mindig nagyobbat megy, mint a vásárló a. címek a transakciók miatt. Uh, a viszont de viszont épp ez a lényeg, hogy a fizetős címekből is már egy olyan bevétel érkezik, amivel bőven lehet mit uh, kezdeni. De mondom, a. tehát, hogy ez sem elég, akkor Final Fantasy 14 és akkor megvan oldva minden. Ja. Jó, hát meglátjuk, hogy hova fognak jutni ezzel az üzletpolitikával. Minden esetre nem tudom, most már nyugodtan abba hagyhatnám mindenki a nyilatkozatokat, amit há, mondatban benne van az összes NFT, blockchain, pay to earn, meg minden ilyen bullshit. De egyébként még annyit, hogy ha meg nem is a tranzakciók, akkor pedig hirdetések formájában jönnek a nagyon nagy bevételek. Szóval... Ja, és most már Microsoftnál is fognak jönni. Igen. Mert, nem kell félteni a Square Enix egyáltalán. Főleg, amíg ilyen mobil játékok jönnek, mint a Nier Reincarnation. Ami tényleg jó Na. lett. És akkor az utolsó témánk a mai napra. Anime és Need for Speed jön. Mert ugye készülődik az új Need for Speed a Kriterion gondozásában, és elvileg idején év végén meg is kéne jelennie és Chicagóban fog játszódni, ami eddig annyira nem érdekes, bármilyen Need for Speed játékról lehetne szó. Viszont bemondtak egy olyat, hogy animés effektek kerülhetnek a játékba. Itt a, a példát, amit mondtak az, hogy mint a, a autós reklámokban, hogy ahogy mennek vele ilyen rajzolt tüzek, meg minden röpköd le a az autóról, meg a kipufogóból, meg ilyesmi. És így elgondolkodtam, mi a Sare nem csinált még senki egy full animés, ö, kibaszottul jól kinéző autós játékot. Most anélkül, Te hogy fotori lenne. Triplában. Igen? Já, mondjuk biztos van, izé, de valaki csinálja a triplába. Tehát, hogy ne ez a bullshit, hogy félig fotori, félig anime, full animét akarok. Teljes minőségben. Nekem ez annyira érdekes ez a koncepció, egyébként pont elébe az utóbbi Need for Speed-eket, ez annyira felkeltett az érdeklődésemet amúgy, hogy, hogy tehát mondjuk egy, egy, egy driftelésnél mondjuk a kicsapódó füst, egy ilyen animés füst, egy ilyen rajzfilmefektek, effektek szerintem kurva jó lehet. Ezt nagyon jól meg lehet csinálni, de én is inkább azt adnám, hogy, hogy engedjük el a fotorealizmust, és menjünk el egy ilyen jóval én kártunosabb irányba szerintem adnánk. Hát valahogy stilizáljuk ezt az egészet, mert ö, nem tudom, a Potoril, én úgy érzem, hogy a, a, a versenyautós játékok oldaláról így, így megvan, tehát hogy már vannak játékok, amik elérték, nagyon újat már nem lehet benne mutatni, mm. senki nem igazán próbálkozik azzal, hogy, hogy egyedi autókat alkosson, hanem inkább azt, hogy behozzuk a, a meglévő autókat az autószerelmeseknek, és, és, vannak ilyen autópornó de ez így ki, ki, van maxolva szerintem. Tehát ebben nem kell még egy Need for Speed, ami szintén ezt tudja. Próbálják meg tényleg azt, hogy stilizálják, és akkor anime lángok, és mit tudom én. Nyilván jól tud ez is kinézni, amit itt fölvázoltak, de ez ilyen kicsit ilyen half measure, tehát hogy, így, hogy így próbálkozunk, de nem, nem merünk berállni teljesen. De, hogy így, volt egy jó ötletünk, de, de nem akarjuk így az embereket megbotránkoztatni. Jó, azért zárójelben megjegyezném. Nem, nem akarok beleforszni senki műzliébe, de hogy a, a, ez, a, ez, a, ez a leak, ez a Jeff Grabtól származik. A Grab podcastjében mondta ezt az infót. Most kettő dolog. Egy az, hogy Jeff Grab az a, az a helyi tipmix király, tehát hogy ő így dobálja a leakeket. Minden nap ő megtesz sima duplázót, hogy a Death Space holnap, sőt már tegnap kijött az új Death mm. Space, Uh, úgyhogy azért óvatosan megbízható inkább, mint nem de azért nagyon sok líke van uh -huh. um, nem tudom, az annyira, annyira ilyen lefültből előjött dolognak tűnik hogy ilyen hülyességet csak nem találnak ki hogyha ha nincs erre valami ne, nem, nem kitalálj, tudása én biztos, ö, tényleg megbízható arc, tehát tényleg valószínűleg mindig jól értesül uh -huh. csak lemarad a follow tehát lemarad arról, hogy mondjuk a fejlesztésben változik valami, és akkor azt uh -huh. már nem tudja közzétenni uh, most már amúgy óvatosabban fogalmaz a csávó, mint jó pár hónapja, vagy hónappal, vagy évvel ezelőtt. A másik meg az, hogy lehet, hogy szóhasználat is itt elég szerencsétlen, hogy animés. Uh -huh. Tehát, hogy azért más az, hogy animés valami, meg más az, hogy rajzfilmes valami. Úgyhogy... Sőt, ugye más a... az is, hogyha csak izé, tehát, hogy most, ami még eszembe jut, az ilyen blurnél volt talán, hogy ilyen, ilyen neonos, fényes minden szlófasz volt a, az autók körül, igen. Az is lehet Mi akár. Meglátjuk, szerintem a koncepció maga az nagyon jó. Elvileg, hát elvileg idén jön az új Need for Speed. De elvileg már tavaly kellett volna jönnie, csak a fostos kriteriont is rá, ráállították, hogy foltozza a tetves battlefield És így... Ilyen jó, ilyen jó jött. Nájá, <síns> nagyon, jó volt. Ja, de jó volt vezetni abban a játékban. <síns> ja nem. <síns> Nem mindig, úgyhogy igazából ennyi a hír, hogy tényleg animés effektek lesznek az új Need for Speed-ben, mm. hogy ebből mi lesz, hogy, hogy ezt tényleg megvalósítják el, vagy hogy, hogy... hogy, Én tartok tőle, hogy ez, nem lesz olyan mértékben jelen, mint ahogy azt mi gondoljuk. Megértem, akit ezt taszít egyébként, de én úgy vagyok vele, hogy azok legalább, legalább, lesz valami más, valami, valami. végre egy Need for Speed, ami le... egy kicsit más lesz, az előző négy, öt, mert jó, nyilván lehet mondani, hogy hídben voltak új dolgok, de hogy összességében a legtöbb Nekem a karbonóta kávé. kb. Ó, nem a karbon óta, mert még a utána lévő közül is tetszett néhány. Az vagy nem tudom a timeline, tehát, hogy még a Carbon, meg Underground, meg mit tudom én, tehát, hogy mi volt ott a. a, a melyik jött melyik után. Úgyhogy már nem tudnám mely, még mondani, hogy melyik volt az utolsó, ami tetszett. Tetszett még a Shift is. Azt hiszem az volt az, amikor ilyen kötött pályán lehetett vesé. Ú, azt én nagyon nem szerettem, emlékszem rá. Az annyi. Drifter, Drifter. vagy mi akart. Mi akart lenni. Mondjad, igen? Azt nem shift, Pro Street. Nekem azt tetszik. shift nem játszottam szerintem, vagy csak nagyon kevés. A nekem Pro Street jött be uh -huh. nagyon. Itt for Street, Pro Street, az, az jó volt. Szerintem azzal is játszottam. Azt kötött Biztosan játszottam. Nem. Most egy kevesebb? keverem. Nem Mi látom, volt a shift? Kettőtokon. Fú, az A kettő is volt. Egyébként biztos, hogy van ö, Need for Speed szakértő. Mert annyi kibaszott Need for Speed játék van. Hát tényleg, ami, ami garlóvíra egyébként, hogy. hogy ilyen, ilyen. Nekem tudom, mi jutott eszembe, hogy. mint League-ben ezek az effektek. Aha. És hát akkor olyanok? Vagy úgy. Remélem nem lootboxba kell kinyitni, de úgy az <laughs> jól nézhet ki. Még jól is elsülhetne akár ez a dolog ú, Balázs, a, 15-ös Need for Speed nekem úgy bejött. Nekem az, ne, nem tudom, nekem az valahogy újszerű volt. Uh, nekem a payback az teljes vak volt. A hit meg érdekel, de nem játszottam vele. Ó, emlékszem a Need for Speed 2015-ösre. De nem volt az olyan rossz, hogy szerinted? Nem tudom, nekem nagyon kevés emlékem van róla, és valószínűleg ez nem jó men egy játék. <laughs> hogy jól néz ki. Nekem ennyivel ha jó elész ki, akkor... Nem tudom, nekem a... nagyon ilyen a, a, távolba eltűnő emlékeim vannak, de hogy az rémlik belőle, hogy álmosított, unatkoztam. Na mindegy. Nem akarunk. Jó, igazából tök jó lenne, hogyha ha a Need for Speed visszatérne egy olyan bengel, hogy utána a járna körbe-körbe, mert igazából az elmúlt nem tudom hány éve azért eléggé a megmaragadtunk a forca, meg a Gran turismo a pár párharcában, és így azon kívül az ilyen izé, szimulátorosabb PC sportjátékok, vagy az autósportjátékok azok, amik szerintem domináltak. Itt-ott ugye a dörtök, de ez megint csak más más Ön, attól, ami a Need for Speed volt. Őszintén azt érzem, hogy a Need for Speed az önmagában tíz éve nem, jelent már, nem jelenti azt, hogy régen, és nem is fogja már ezt jelenteni, mint régen. A Need for Speed szerintem redukálódott már szimplán egy brandre, amit rányomsz egyszerűen az autós játékodra, is el tudod adni. De szerintem de... már nincs egy olyan, nem tudod mire felhúzni egyszerűen, nincs egy olyan egyedi identitása már. Mostanában. Nem, de szerintem már nagyon brendje sincsen, tehát a Need for Speed az olyan, mint hogyha ráírnád valamire, hogy izé, hogy a Nestlé Company. Tehát, hogy... Hmm. olyan, mint a filmeknél a Cloverfield szerintem, hogy el tudod adni Aha. rányomod. Ja, kicsit. <laughs> de érdekes lenne, hogyha, ha jönne egy Need for Speed játék, amiért izgatott vagy. Ja. Mondjuk egy, egy ilyen fulladig is van, adnál, adná. Mindenki ki kikelne magával, de lenne. Ja. ja. Jó, ja. hát... Emlékszel, hogy azért csináltak meg a filmet, érom Polla. <laughs> Igen. Nem volt egyébként annyira borzalmas film, csak így az elgondolás, hogy tudod, miben fogunk videóját, vagy filmet csinálni? A Need for Speed-ből. Igazából a... nagyon sok Need for Speed film készült, már csak Halálos Iramban címűen fut hát a szádra, ne vedd a szádra, a... szádra. vintesómat, ilyesmit mondasz, hogy a Need for Speed film. <hállt> nagyon jó, van, gyerekek, köszönjük szépen a figyelmet! megint tapsolok a fejem feletéket, ez nem tudom, hogy miért van. Indulításnál is, meg végénél így is. Fogjuk <laughs> így fogjuk lezárni mostan a egy cintányéről, hogy Veszek ide egy ilyen nagy gongot, és akkor itt gongotok egyet, így bom. Elkezdődött a Redux, és akkor véget ért a Redux, bom. <laughs> jó, jó valás, de te nagyon sok minden szeretsz, amit, amit más nem, és ez így van rendben. Ezt, ezt a jó szokás még. <laughs> Na, további jó hetet mindenkinek, érezzétek jól magatokat, és jövő héten találkozunk, és valószínűleg ki fogjuk beszélgetni, hogy végre bejelentették az új kieget, én meg szarrá fogom savazni, hogyha ismerem magamat. Ja, ja, én is, jó Na, további szép napot, sziasztok! Hello, sziasztok!